Sziasztok, ez itt a Párásító, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Ficsor Zoltán, azaz Fifika. Diszkó Krisztián. Diszkó Krisztián. Diszkó Krisztián. Igen. És Lackó Attilának üzenjük, hogy gatyát lehet visszatolni, nem lesz ma bleki. Szevasz. Mi voltál egyébként? Diszkó Krisztián? Briefkó és Briefkó. Briefkó Krisztián. De ma már Pinkó is lettem. Pinkó, igen. Pinkód Krisztián. Pinkó Krisztián, zseniális. A Briefkó Pinkód Krisztián. Na, az milyen jó. Varázslatos nevem van. Na, mi történt veletek a 40 fokos trópusi szárazság túlélése közben a héten? Én minden nap ilyen 5 liter vízzel élem túl ezt a borzalmat. Pedig van kléma, de... Igen, az a csalóka sunyi egyébként, hogy kimész, vagy bent vagy az irodában, egész nap a klímában, mondjuk, ahogy én, vépelni se nagyon megyek ki, és utána kimész a betonra, és így lentről így melkasba vág az az iszonyat meleg. Egyébként most fejezte be, itt nálunk jégeső is volt, meg Pesten is. Úgyhogy... Itt is volt, igen. A betonon legyen, tehát ne itt, a betonon legyen jégeső. Miért nálad nincs beton? Nincs. Főszedtük. Beütettük birkával. Miért a birka nem szeret a betonon sétálni? Sokkal puhább, mint a beton, ne vicceljen. A birka? A birka, igen. Van 3 birkánk. Charlie ma csodálkozott rá, hogy honnan vettem birka hangot. Hát kimentem ide a kert végébe, azt fölvettem, hogy béget meg. Érted? Nálunk ez az ajtónyitó. Tudod, megállsz a kapu előtt, beeresztesz, be! De azt hiszem, ez a humán fűnyíró. Az is. Egyébként elsődleges céljuk az, hogy humán nyírják a füvet. Ne nekem kelljen. És rágyázzák is. Ezt akartam mondani. Viszont szemmagasságban lelegelnek mindent. Tehát ilyet te még nem láttál. Mi az szemmagasságban? Gyönyörű, zöld, zsenge fű. Föláll, öcsém, 2 rábra, azt lelegeli a bokrot. De ilyen szemmagasságban. Vég az egész. Az egész kerten így át lehet látni, amin eddig nem lehetett. Mert ezek mindent lelegelnek. A virágnak megtiltani nem lehet. Hát nem. Nem. Viszont jött a jégeső végre, úgyhogy most okkal hordtam be az összes növényt megint az erkéről, nem úgy, mint a múltkor, amikor behordtam, majd bambultam, hogy nem történik semmi. Most örültél annak, hogy végre egyszer jégeső van, és végre behordtam. Most mondta volna, Krisztán, a fenét, a múltkor is bevittem, azt nem volt semmi. Doink, most megjött volna. Vagy nézte volna az időjárás jelentést, a jégesőt mondok, ezek mindig csak kamuznak. És bejön podcastolni, és utána hallja, hogy valami kopog. De hát ugye a podcast az első, ilyenkor már nem lehet fölállni, és elverte volna a virágot, meg a paprikát, meg a mit tudom is én mit, a jég. Elbizony. Mi ez a hang, drágám? Jajgattak a szegfűk az erkélyen, de jég. De brutálisan. Jajgatnak, de dulván. De dulván. Ja. Úgyhogy jó lenne most már jönni egy kis enyhülés, mert már nem is tudom, hanyadik hírt olvastam ma, hogy ma éppen Svájcban halt meg egy kisgyerek az autóban. Fú, az nem. Nagyon durva. Az nagyon nem, durva. A durvább az a tegnapi, mikor a... Melyik volt az, amikor ott hagyta, elfeledkezett a magyar? Elfelejtette az öreg, és bement dolgozni. Az meg elfelejtem, hogy hátul van az unokám. Azért az zsír. Jó, mondjuk nem tudhatjuk, hogy mi volt az oka, mert érted, már lehet, hogy papának voltak problémái. De akkor nem szokásra hát akkor rábízni gyereket a gyereket. Bízunk rá, igen. Igen, igen. Tehát így látatlanban azért nehéz ez, érted? Főleg az idősek azért arra figyeljünk oda mindenki, hogy ilyen 70 év fölött, meg 80 környékén, ha a szellemi frissességgel probléma van, ebben az időben az fokozottan jelentkezik a kiszáradással együtt. Hát meg a gyerekeknél is. Hát ezt hangsúlyozták, hogy gyerek és idős igyon pótolja, mert pillanatok alatt tényleg fölkortyol az ember 3-4 liter vizet ilyen időben. Én tegnap találkoztam egy
idősebb hölgye megállított, és akkor Szentő meg volt győződve, hogy... Hogy a fia vagy? Nem, nem, hogy a mi cégünk az a kifőzde bejárata, és erről nem bírtam lebeszélni. Tehát nem tudom, hol volt éppen szegény, de látszott rajta, hogy bajok vannak. És akkor megitattuk, elbeszélgettünk vele egy kicsit, aztán ment tovább a másik kifőzdébe. Tehát... Na, szóval kell figyelni. Tényleg. Így szenvedtetek? Én sokkal jobb megoldást találtam a hőség elviselésére. Nevezetesen. Kódoltál. Micsoda? Kódoltál. Nem kódoltam. Vett egy instant púpot magának. Utaság, magamra húztam a harkányi sportmedencét, és így egész elviselhető. Jaj, tényleg, igen, te most voltál táppénzen, Szabin? Igen. Már nem is tudnám megmondani, hogy mióta nem, de most végre elsikerül szakadnunk, úgyhogy elzúztunk harkányba 5 napra, és jól megnéztük, mi újság harkányba. Zsír. És mi újság van? Zsír? Nagyon-nagyon fasz a harkány. Hát én ilyen fura indítatásból mentem le, mert hogy ugye komlói gyerek lévén, és annak idején még azokban az időkben, a régi szocializmusban, amikor a vállalati üdültetés rendszere még javában működött, akkor nagyon sokat voltam kiskoromban a harkányban, ott a távfűtő üdülőben, és hát nekem ilyen nagyon messzi, de nagyon jó emlékeim voltak róla, és már régóta piszkálta az agyamat egy ilyen gondolat, hogy le kéne menni megnézni, hogy így 30x év után mi változott, és így próbáltam felfedezni a régi szociál épületeket, meg ilyeneket, amikből már semmit nem találni jó formát, mert hogy ilyen nagyon tükti kis üdülő falu lett harkányból, de hát nagyon jó volt, fú, eszméletlen jó idő volt, eszméletlen aranyos hát a városkának nem nevezném, mert hogy picurka, hát a falu, tehát Harkány eszméletlenül aranyos, baromi jó a strand, baromi jó a fröccs, úgyhogy pitang jó volt. Ha valaki Harkány megy, igen, akkor hogyha újra elmentek Nászútra, akkor semmiképp ne hagyjátok ki a retro büfét a strandon, a legjobb a fröccs ott. De én még ilyen szociál időszakban voltam, tehát 86-ban. Időszámításunk előtt 86, tehát a múlt évezredben. Én azelőtt voltam még, látod, ilyen 4-5-6 évesen. Úgyhogy beelőztelek horkányba, Fifika. De tudom ajánlani mindenkinek, nagyon, tényleg nagyon klassz. És megtanultam úszni, képzeljétek el. Most? Hát egy kis túlzással igen, mert hogy én ilyen 10 pár évesen magamtól tanultam meg úszni, és senki nem volt, aki a helyes mozgássorozatot beleütlegelte volna a fejembe, úgyhogy én rettentő szarul úztam azóta is. Tehát így tudok úszni, meg élvezem a vizet, de katasztrofálisan. Mint a bolta nyíl nélkül. Hát nem azért fönnmaradok, de hogy abszolút nem optimális a mozgásom, úgyhogy baromi hamar kifáradok, és ilyen hosszokat úszni, meg ilyesmi. Tehát inkább a túlélésre játszó. Igen, tehát pancsolni tudok, és nem süllyedek el, tehát annyira megtanultam úszni, hogy tudjam élvezni a vizet, de hogy vízbiztonság az zéro. És most Kinga addig nézegetett, mondta, hogy hát hogy úszol te basszus, és akkor adott egy-két jó tanácsot, hogy szerinte mind próbáljak változtatni, és előtte nyávogtam neki, hogy hát tudnék rendesen úszni, úgy úsznék 2 host basszus, de jó lenne, ha egyszer az életben 2 host tudnék úszni. Két host, valaki megmondta neki, hogy te figyelj, a kezedet előre, ne hátulra, ne azzal a lábaddal kell tempózni, érted? Nem, hát azért... Megtáltosodott. Ennél szofisztikáltabb tanácsokról volt szó, de nagyjából talált, de hogy így elmagyarázta, hogy mit kéne csinálnom, aztán egy fél órát ott szerencsétlenkedtem, hogy nem megy, aztán elkezdett menni, és baszki, lehúztam 2 host, aztán még 2-t, és úgy ilyen hosszokat húztam, és rettenetesen élveztem, és hát ott 2-3 nap leforgása alatt teljesen átalakult, hogy hogyan úszom, úgyhogy most már sokkal funkibb a víz. Olyan, mélységemre megtanultam rendesen úszni. Krisztián, haladni a vízen. Baromi jó. Nem csak fönnmaradni tudta, de haladni nem. Nem, hát haladtam, csak nem hatékonyan hajtottam magam, ezért bazilassan úsztam, és nagyon hamar kifáradtam. Tehát a legrosszabb kombináció.
Szeretném akkor ezt a műsort neked dedikálni, és legyen a címe Patrick Duffy után az atlantiszi férfi. Aj, gyerekkorom remek filmsorozata, oké. Okay. Zseniális. Bobinak húszóhártyája volt. Azaz. És hogyha sokat volt kinn a földön, ennek, akkor elgyengült. Mi volt ennek az orosz változata? A kétértű ember. Az nincs meg. Mondom, nagyon csehszlovák ez a pali orosz változat. Nincs meg változat. A kétértű ember. Nincs nem meg. De a hagymáska megvan, ha már oroszok. A hagymáska az. Cápa kopoltyúval lélegzett, érted? És aztán nem is tudom, elrejtették a moslékos hordóba, és tönkrement a tüdej, és utána már csak a tíz volt. Szegény, nem volt kokomlistás cápakopoltyú? Jaj, elaludtam, olyan szar volt a sztori. Fifika egyszer beszél sorozatokról, és Charlie egyből. Ez nem sorozat, ez egy regény, amit meg is filmesített. Ó, Krisztián, annyira 21. századi vagy sorozat. Ott még csak papír volt. Sorozatos volt. Igen, de amiről Fifika beszélt, az valami podcast. Podcast, egyre jobb. Charlie, remélem tudod, hogy hol vagy. Az valami könyv, tudod, papírlap, meg nem e-book, sima könyv. Beljajev írta a két értő ember. Kicsoda? Mengyelejev? Mengyelejev, azt tudod. Az periódusos rendszer. Az Excelbe utazott, az táblázatot csinálta. Excelbe utazott az öreg zsivány. Igen. Mellesleg neki volt, azt hiszem, az a zseniális mondata, hogy fogtam egy zsebkendőt, mindenféle baktériummal teleraktam, elszívtam azon keresztül egy szál cigarettát, minden baktérium elpusztult, tehát a dohány egészséges. Na, lapozzunk. Majdnem sikerült. Majdnem sikerült, igen. Ne sohajtozzál. Tudom, hogy azért sohajtozz, hogy mindenki hallja, hogy milyen eszméletlen érzékeny mikrofonod van, egy szóval, amiben beleizzad az ajkad, de akkor is. Most az eszméletlen érzékeny mikrofon eszméletlen hagymaszagú, mert most csavartam le két libazsíros zsemjét, teljes kiörlésű zsemjét, lila hagymával. Durva. Ó. Oh. De egyedül vagyok itthon, az a feleségem két tanítványának éppen csajos napot tartanak pizsi partit, úgyhogy nem jön ma haza, úgyhogy Lackó Attilának kompenzáljuk, hogy nincsen Blacky, és egy 6 órás podcasttel koronázzuk meg a ma estét. Charlie, azt beszéltük meg, hogy 55 perc. Jó, akkor legyen 56, és akkor ez fél úton van valahol. Így. Várjál, ránézek a 13, 20, 30, 40. Jó, még 40 percet van, Lackó. Fuck yeah. Jaj, úgyhogy azoknak, akik kép nélkül hallgatják a podcastet, elmondom. És szag nélkül? Igen, olyan barna vagyok, mint egy szerecsen. Ja igen, mert attól függetlenül még durván le is barnultál az úszásban. Igen, abszolút sikertörténetként tudom. Nem tudom elképzelni, ez nekem olyan testidegen, egy informatikus lebarnulva. Az teljesen, az képzavar. Tehát. De a karod az még mindig fehérebb, mint a tehát az alkarod barnább, mint a melkasod. Az alkarom? Igen. Nem, dehogy is. Ne idegelj, hogy ugyanolyan színű. Hát mi, milyen? Az alkarom egy kicsit belül világosabb, mint kívül, mert többet érte a nap, de hát azért itt barnultam mindenhol. Ja, mert hát te amúgy sem mentél nagyon ki a napfényre, tehát mindenhol fehér voltál. De egyrészt nem vagyok informatikus, másrészt meg nem vagyok az egységsugarú informatikus. Jaj, maradjál. A sztereotív egységsugarú informatikus. Kóderkedsz? Reménytelen Linuxos rendszergazda. Tehát informatikus. Egyre nagyobb butaságokat mondtok. De te ezt eltűröd, mert szeretsz minket. Ó, igen. Ahogy ezt a penetráns hagymaszagot is itt Skype-on keresztül. Fú, öcsém. Ez még DOS-ra is lemegy, mi? Szagos mikrofon. Kidőlnek a birkák Fifikánál az udvarban.
Belecsapjunk a levesbe? Csapjunk bele. Muszáj lesz. Van itt egy levél, meg van egy emlékeztető, ami bepittyen nekem, hogy ma podcast felvétel van. Ezt köszönöm. Nekem már 10 perce megjön. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Igen, megint én is megint kedélyeket borzolni jöttem. Fülembe jutott, hogy vannak olyan kollégák, hát ez szóismétlés. Vannak olyan kollégák, na nem itt az elmegyógyban, akik kuprónikkel, azaz réz és nikkel ötvözetével próbálkoznak. Áj, ez az én témám. Szerbusz. Ali. Ide jött a TIE Fighter. Mi ide? Partizán Podcast. Partizán Podcast. Szép estét mindenkinek. Lackó Attila kapcsolt ki most a podcastet. És húzzák a csát. Igen. Kirázott a hideg. Na, szóval lényeg az, hogy vannak olyanok, akik kupronikkel, azaz réz és nikkel ötvözetével próbálkoznak a kazánokban, tehát ilyen húzallal. Ha ilyennel találkoztok bármelyik Facebook csoportban, ahol esetleg például én nem látom, vagy olyan, aki már hallott erről az anyagról, kérlek titeket, hogy szóljatok nekik, hogy ne használják ki ezt a cuccot. Korábban megjegyeztem egy húzalokkal foglalkozó videómban, igazott a Konrádon kapható olcsó kupronikkel húzalok miatt, hogy a magas résztartalom miatt ezek nem alkalmasak gőzölésre. De a Fastek, sokunk kedvenc oldala, feltöltötte a terméket, és úgy értesültem, hogy volt is, aki berendelte. Ezt a hibát a wireandstuff.co.uk is elkövette, akik egyébként a Titánba is beleszaladtak annak idején, oxigén zárványos, tehát légzárványos volt a Titán húzaljuk, és égett, szóval elég csúnyán megütötték a bokájukat, de ők is vissza kellett, hogy hívjanak a vevőtől, vagy azt is, hogy ki kellett, hogy dobassák a vevőkkel a kiküldött mintákat a kupronikkel húzalból. Kiküldtek valami 20-30 mintacsomagot olyan vevőknek, akik több, nagyobb mennyiséget rendeltek. Pedig az általuk forgalmazott húzal csak 23% rezet tartalmazott, a fennmaradó 77% nikkel volt. A fasztekes drótnak viszont 60% a réz. A rézzel az a baj, hogy már 300 fok felett agresszívan oxidálódik, és a gyártó szerint a kupronikkel húzalnak maximum 600 fok az üzemi hőmérséklete. Még a kazánokat sem gyártják részből, pontosan ezért. Clone drippereknél lehet olyat látni például, hogy valamelyik oszlop, valamelyik bekötő oszlop, mondjuk általában a középső részből van rézcsavarokkal, az is netz, de ott a réz annyira nem hevül föl, mint hogyha közvetlenül azt hevítenénk. Tehát az azért egy hatványozottan kellemetlenebb helyzet. A PG lehet, hogy kioldhat belőle valamit, nem tudhatjuk. A réz minden oxidja idegrendszeri és májkárosodást okoz. Tehát ezt szögezzük le, és még annyi így a végére, hogyha van 6 féle húzalunk, de minimum 4, annak is, aki TC-t nem használ, tehát fölösleges feszegetni ilyen dolgokat. Köszönöm, ennyi lett volna a szolgálati közlemény, pedig a cuni jó dolog. Erre jöttem vissza, mert közben csöngettek nekem, és erre jövök be, fölveszem a fejhallgatót, pedig a cuni jó dolog. Hát az! Migiri. Igen. Hát komoly. Egy fontos dolgot nem mondtál, Blacky, viszont, hogy azért sem szabad rezes fűtőszállal tekerni a kazánokat, mert nem figyelsz oda, jönnek és kilopják. Ezt akartam mondani, hogy a lakatos Oszkár kilopja. Ha kirezeszted a tüdődet, nagyon vigyázz. Éjszakára. Egyébként önmagában, tehát valakivel volt egy ilyen vitám, és akkor nem vitám, beszélgetésünk, és akkor mondta, hogy de mi van a réz? Hát a réz az milyen jó, hát olvasd végig a netet, hogy tele van, hogy a réz milyen gyógyító hatású, meg lalalala. Igen, a réz, csak nem a rézoxid, tehát az a kettő közt óriási különbség. Patinás lesz az ember tüdeje tőle. Egyébként tényleg, tehát Indiában például ezért használják a rézkarkötőket, mert antivirulens, antibakteriális hatása van a
a réznek és bőrön keresztül is képes ugye valamennyi rész felszívódni, tehát úgy önmagában nincsen vele gond, de így vépelve, ugyanaz a helyzet kb. Mint az ezüsttel. Ja, az a bocsánat, másik. Közben igen. Csak annyit engedjetek meg, hogy köszönjetek már be Felhőnek, mert épp most jött meg hozzám. Szia Felhő! Sziasztok! Hello Felhő! Szia Felhő! Nálunk nincs még Felhő, várjanak ki. Te hülye vagy, most mondtam, hogy nálunk jégeső volt. Hát akkor mi hívtad be? Leültettem, mert elfáradt, tudod, kicsit pihengessen, azt utána menjen tovább, verje le dócot. Kezd az adásnak ilyen Sesame Street hangulata lenni, és most a jégeső után köszöntsétek Felhőt! Sziasztok, gyerekek! Felhő idejössz dócra, ráduszítom a birkákat. Ez a mániája, most valami birkája van, vagy nem tudom, három birkája van. Lebégetik a fejed. Ne fenyegessük. No. Na, úgyhogy mindenki tartózkodjon a... Némi is le, azt a szart. Mindenki tartózkodjon a Cuninak ezen manifestációjától. És akkor menjünk tovább a napi hülye rovattal. Mégpedig szerintem most van itt az ideje, hogy és ő legyen majd a videó vezető fonala is a New Jersey események, mert hogy bocsánat, New Jersey-ben volt egy Vape Fest, ami nem egészen úgy sikerült, ahogy azt szerették volna a rendezők. Amint tudni lehet, azt New Jersey államban a dohányzás és a vépelés az közterületen és zárt térben szigorúan szabályozott. Ettől függetlenül úgy gondolta egy csapat, hogy megtalálva a kiskapukat, a szabályzásban majd tartanak egy Vape Expo-t. Azt mondták, hogy állításuk szerint a helyi egészségügyi szervezettel egyeztettek, jogászok hadával egyeztettek, megkapták a zöld lámpát a rendezvényhez, kiállítók tucatjai, látogatók ezrei lepődtek meg, amikor a rendezvény nyitásakor megjelentek a állami egészségvédelmi szervezet ügynökei, akik körbejárták a kiállítást és büntetést helyeztek kilátásba bárkinek, aki zárt térben a kiállítás területén vépelni mer, vagy csak kóstoltatni a likvidjéből. Egyébként ez úgy nézett ki, hogy körülbelül 70 eladót bírságoltak meg, és nagyságrendileg 50 ezer dollár büntetést osztottak ki. Tehát ez nem az volt, hogy ha beleszívsz, meg foglak büntetni, hanem oda mentek, és keményen végig bírságolták az egész bandát. És hála Istennek ott volt egyébként Phil Buszárdó is, aki konkrétan ezt az eseményt nem örökítette meg, de egy nagyon tanulságos 2x40 perces videót lehet megtalálni a csatornáján, ezt fogom majd szerintem betenni a show notes-ba, és az észrevételeit megtette. De elmondok én egy pár dolgot, aztán remélem ti is végignéztétek, vagy megnéztétek, úgyhogy fűzzetek még majd rá. A számomra legérdekesebb az a második résznek a kétharmada után volt, ahol finoman elővette a szemüvegét, fölrakta és mondta, hogy mik az észrevételei. Például, ami fura volt, hogy oda ment riportot készíteni egy liquid gyártó manufaktúrához, hát nevezzük így, aminek az volt a neve a cégnek, hogy Cloud Candy, és megkérdezte a srácokat, hogy egészen biztos, hogy jó választás-e a Cloud Candy név, mint olyan, és ilyen kis habos-babos vattacukros szöveggel reklámozni a likvidjüket, és nem félrevezető-e, és nem segíti-e ez hozzá mondjuk a fiatalokat, hogy ezt mindenképp egy természetes és egészséges dolognak tartsák, és meg akarják kóstolni. Hebegés, habogás, de hogy hát a Cloudot azt beleszerették volna mindenképpen, és már csomó szó már foglalt, már érted, már nem lehet Cloud Chaser, mert olyan már van, és hát utána belátták, hogy ez nem a legoptimálisabb választás. A másik egy ilyen alig 20, hát nekem még 20-nak se nézett ki egyébként a srác, egy ilyen kis pattanásos képű srác, mint cégtulaj, és
tőle, csak óvatosban megkérdezte, hogy egyébként biztos, hogy hitelesen tudsz egy céget képviselni, hogy egy hihető arca vagy a cégnek? Van olyan tapasztalatod, hát nevezzük most idézőjelben szakmában, de a vépelésben, a termékmenedzsmentben, az értékesítésben, ilyen idős korodban, hogy neked szerinted itt kint kell lenni és a cégedet promótálni? Hát ott is ment a hebegés habogás. Aztán ami még nagyon nem tetszett, és ennek Blacky is mindig hangot szokott adni, pedig vannak csinosak köztük, az természetesen a rendezvény meghatározó százalékában lehetett látni a rúdtáncos lányokat egy szál bikinire, bugyira vetkőzve, gőzt fújva, csöcsök között a likvides üveg, meg az anyám kínja. Tehát föltette a kérdés, hogy tényleg erről kell, hogy szóljon a rendezvény, hogy a csöcsös kurvák miatt mész oda egy likvid árushoz megpostolni a cuccát, mert hogy az egy csinos lányjal promótálja a termékét. Úgyhogy a büntetéseknek hála, idézőjelben a hála, elkezdtek... meg a fenyegetésnek is, ugye elkezdtek a kiállítók szépen elszivárogni, és egyszerűen én azt mondanám, hogy mondhatjuk azt, hogy kudarcba fulladt a rendezvény. Ez nagyon gáz, nekem erről a navállás foglalás, mint olyan jutott eszembe, hogy bemész az egészségügyi hatósághoz, kikéred a véleményüket, hogy akkor így és ezek szerint lehet-e. Persze, hogy lehet, és már firkantja a másik kezével a kis cetliére, hogy a szomszéd emeleten szóljunk a srácoknak, hogy mikor és hova kell kimenni, és kövérbírságokat fogunk kiszabni. Gáz, hogy így vannak helyek, ahol ide jutott a... Szerintem fölbaszták az agyukat azon, hogy megpróbálták őket kijátszani, és az a másik, hogy most nem emlékszem tisztán, hogy pénzt kértek vajon a belépőért is, vagy csak a kiállítóktól, de pénzes sztori volt. Tehát ez nem olyan szívjóság alapján működött a dolog, hogy majd akkor most csinálunk egy ingyenes vépfesztet, és locsogatjuk liter száma likvideket. Tehát lehet, hogy ezen is fölcseszték az agyukat, mert hát azért ez mégsem az önzetlen szeretetről szólt, hanem a saját likvid promótálásáról, meg a cloud chasingről. Ott lehetett is látni videókat, csinált Phil Bussard, vagy olyat, hogy tudjátok, ez a szelfizős kép, és akkor 3-2-1, fújjátok ki, és akkor a színpadról fényképezett a csávó egy szelfit. Tehát utána fél másodperc alatt nem lehetett látni több ezer négyzetmétert. De ennek mi értelme van? Tehát ezt még most se értem, ezt a gőzmozdonyba való átmenetet. Tehát smutkó is meg kibeszéltük. Egyszer majd megérted. Hát biztos, hogy meg fogom egyszer érteni, de ezt a 300 wattos készülékek, meg 4, meg 5, meg 6, meg majd jönnek a gigawattok, meg megawattok, meg a nem tudom én mi. Teljesen fölösleges. Érted? Mondom, nekem erre az az elméletem, hogy itt nyugaton nagyon sokan dohányoznak úgy, hogy egyből tüdőre szívják a cigarettát is. És ahhoz, hogy nekik egy kielégítő gőzélményt adjon, meg kellemes legyen szívni, ez az kell, hogy rohadt levegős legyen a kazán. Fussunk neki még egyszer? Tehát egyből tüdőre szívják egyből a cigarettát? Egyből tüdőre szívják a cigarettát, úgy, ahogy egyébként a cloud chaserek a drippert. Tehát nem sokkal meg szájba. De igen, de ők ehhez szoktak hozzá. Tehát halál, nagyon furcsa. Amióta itt kint dolgozom, az első ilyen volt, hogy bejött az ember, szeretné kipróbálni, odaadom a kezébe, és elkezd egyből tüdőre szívni, mint az állat. Mondom, te normális vagy? De hát ő így dohányzik. És egyre többen jöttek. Valamilyen okból kifolyólag itt és az Egyesült Államokban nagyon sokan dohányoznak így. És nekik erre van igényük, a nagy levegőségre. Na de ahhoz, hogy jó ízt adjon, kellemes meleg gőz legyen, ahhoz ugye fel kell csavarni a wattot. És itt jön be a képbe az, hogy ennek a mellékterméke a rengeteg gőz. A hatalmas likvid fogyasztás és a hatalmas energiafelvétel, ugye 30 watt minimum, vagy 20 watt, vagy mit tudom én, attól függ, hogy van elkészítve az adott dolog.
Úgyhogy ez valószínűleg innen ered. És akkor látták, hogy ez a mellékhatás, ez mennyire cool, gyere haver, nézd meg, próbáld ki, és ez így terjed, mint a vírus. Há igen, szóval én egyébként ebben inkább ezt a coolságot látom, mint az értelmi, vagy az értelmes oldalát ennek a dolognak. Erről jutott eszembe, hogy vadháború meg az anyám kínja. Nem kell vadháborúzni, mert ugye belerakják ezek a mehamodjaikba is, és épp a héten néztem egy videót, ahol tekert a figura, és most teljesen lényegtelen, hogy milyen vastag, amikor azt mondja, hogy nem a legjobban sikerült tekerés, ez elég magasra sikerült. Mennyi volt szerintetek az elég magas? 0-15. 0-13. Elég magasra sikerült. Elég magasra sikerült, mert utána mutatott egy másik tekerést, 0,06. 0,06. De igen. Hát biztos nincs tisztában azzal, hogy az akkumulátorának is nagyobb a belső ellenállása. Ez meg hihetetlen. Buták ezek. Egyébként azok. Na, de hát, hogyha visszaemlékeztek arra, Blacky, mikor a videóidat csináltad, meg mikor mi elkezdtünk elcigizni, hogy mi volt az a HV, meg mi volt az az LR. Mert az 1,5 az már LR volt erősen. Igen. Mert hogy 1,5 tized, nem 0,13 század. Lementél nagyon, Charlie. 1,8. 1,8 már LR-nek volt apostrofálva a kis integrált kazánokba. Igen, igen, és a 2,2, 2,4, 2,5, ez volt az, ami normál. Normál volt. De hát itt most nézem, tehát ezek az idióták már a billetboxokat is izékkel hajtják olyan integrált kazánokkal, hogy öröm nézni, hogy nem is gondolkoznak bele, hogy a 700 milliampere órás aksiaik mekkorát térdelnek? Nem, hát semmi, tehát lövésük nincs az egészről. Járnak ide turisták nyilván az Egyesült Államokból. Beszoktak jönni, föl lehet őket ismerni egyből az akcentusukról, meg arról, hogy két aksis, minimum 100 wattos box van a kezükben, egy olyan tankkal, mint például Manganus, vagy Herakles, vagy valamilyen féle. Tudod, ez a nagyon alacsony ellenállású, nagyon nagy fűtőfejjel ellátott, nagyon levegős cucc. És ha ránéznek a pultban az M80-ra, akkor fintorognak, hogy gyenge, mint a harmad, és csak szoptanked van, nincsen valami komolyabb. Minek, baszki? De olyankor veszem elő a kétómos drippert. Hát meg valamikor a dripkazán az egész mást jelentett. Leki, én is, meg Krisztián is emlékszünk rá, hogy... Ne haragudj, én nem emlékszem, nekem nincs a fiókomban. 5-10 LR kazán. 5-10 LR kazán. Valamelyik nap találtam egy ilyen bridge-es. Te most hallod, beszereztél mégis egy kutyát, vagy a birkáid ugatnak? Nem, még mindig van kutyám. Hát az a juhász kutya. Így teljesen jól mondod egyébként, mert ez egy Bernie pásztor. Szervezünk gyűjtést egy hangszálműtétre neki. De hát nézd már ki, most lopják a birkádat az ablakalót. Vagy eszi a birkát a kutya. Egyik se. Képzeljétek el, hogy megjött az algyidás. Ja igen, mert a podcast elején ez volt. Hajlatos autó. Apa, megy már a podcast, mert most milyen fagyit kér? Citromosat. Ja, és azt el is fel lehetettem mondani, kért, hogy a Harkányi strandon több helyen is lehet kapni gépi fagylaltot, úgyhogy abszolút én a mennyek mennyét jártam meg. Gépi fagylalt. A csavaros? Igen, furamódot csavaros fagylaltnak hívják, de én is voltam annyira csavaros, hogy ne dőljek be ennek a trükknek, és tudtam, hogy miről szól a görgés. Jaj, de jó volt az a szóvic! Arról a környékről származom egyébként, siklósi gyerek vagyok, és valóban csavaros fagyinak hívják. A komlói srácokat meg szénporosnak szoktuk hívni, csak így zárójában megjegyzem. Köszi. Én kérek elnézést. Jó van, neved magadra, tényleg nem személyes volt. Tenkes kapitánya. Azaz. Jaj. Szóval gépi fagyi. Dolgoztam a Harkányi strandon, tényleg jó a fagyi. Úszómesterként. Mikor?
Ne röhögj, komoly. Ne bazd. Ne idegesíts. Eskü. Ha ezt tudom, akkor... Már nem, így is a maximumot nyújtottam a sportmedencébe. De figyelj már, ez... Kicsit büszkében szélesebb mellkassal úsztam volna. Ez tökre testidegen dolog, hogy a sötét nagyúr fehér pólóban, atléta pólóban a mellkasán egy piros-vörös kereszttel ül a síppal a szájában, és a sípot megtámasztja a szakál. Akkor még nem volt. Képzeld el azt. Képzeld el azt a kölköt, aki megpróbál seggest ugrani a sportmedencébe, amikor ki van táblázva, hogy nem lehet, és a Blacky csak így megemeli a karját, és a gyerek ott fönnmarad a levegőben. Igen, ezt akartam, hogy tudod így a sötét erővel bazd meg így kiszedi a vízből. Basszus. Nem lehet ugrálni, de miért? Mert I am your father. Nem, tudod, a Jedi elmetrük, itt nem lehet ugrálni. De miért? Itt nem lehet ugrálni. Te nem ezeket a medencéket keresed? Rajtam nem fognak a Jedi elmetrükjei. Nem fognak ezek így röhögni, hogyha megjönnek a lézeres porlasztók. Oh. Most tökre megölted a bulit. Igen. Mit kell itt egyfolytában szakmázni? Lézeres porlasztó. Azért az még odébb van. Mondom én, hogy megölte a bulit. Teljesen kizökkentünk a ritmusból. Ja, jó kis harkányi strand. Meg a kokszos gyerekek, vagy boxos, vagy milyen? Szénporos. Na de akkor pörgessük tovább az OF-ire. És ha már itt a multidézésben és a filmes sztorikban vagyunk, akkor Back to the Future, az OFI esete az időutazással. Igen, képzeljétek el, a szívderítő WHO nevezetű egészséges életmódi ilyen híreket, most már nem tudom, hogy áll ez a definícióra továbbra is, de hogy ilyen egészséges híreket és okosságokat közlő online Origo csoport égisze alá tartozó magazinon, az OFI tollából megjelent egy cikkszerű förmedvény, ami akár AJ tollából is jöhetett volna, mert tele van időutazással. Időutazásos elektromos cigaretta. Itt az OFI dohányzás fókuszpontja, ami ugye Demjén Tibor és kis barátai, összerittyentettek egy cikket, hogy mit is kell tudni 2015-ben az elektromos cigarettákról, és egy rendkívül, ha nem lenne végtelenül szomorú, akkor nagyon vicces lenne ez a cikk. Kezdődik azzal, hogy a bevezetőben belinkelik a tavaly novemberi formaldehides japán tanulmányt, és nem is olyan ártalmatlan, mint ami ennek tűnik. Tehát már itt azonnal, ahogy kezdésnek pofára esik a cikk szerzője, de nem baj, azért megy tovább, és pontokba szedve katonásan hozza a zöldségeket. Például első pont, az e-cigin kívül léteznek más dohányzást imitáló e-termékek is, és rendkívül tudományosan megmondja, hogy van még e-pipa, e-vízipipa, e-szivar, de az e-cigaretta a legelterjedtebb. Ez még így alapvetően nem is akkora hülyeség ez a pont, de hogy ismeretterjesztésnek, tehát hogy így ez mi? Tényleg 2015-ben ez egy kulcskérdés, amit meg kell osztani az emberekkel az elektromos cigarettáról, hogy létezik még e-pipa, e-vízipipa és e-szivar is. Na, de itt nem ér véget egyébként a mélyrepülés, mert van még rosszabb is. Mit tudunk a magyar e-cigaretta piacról, kérdezi a kettes pont, és egyből válaszol is rá kifejtősen. E-cigarettát Magyarországon, e-cigaretta szakboltokban, ideglenes standokon, egyes BKV jegypénztárakban, valamint az interneten lehet vásárolni. Egy 2012-es felmérés szerint a dohányosok 2%-a a tradicionális dohánytermékek mellett e-cigarettát is használ. Na most itt megállnék egy pillanatra, mert ez azért érdekes, hogy ugyanaz az OFI dohányzás fókuszpontja, akinek a leteszem a cigites dohány fókuszpont, mi a fenének hívják azt a portált, ahol mindenféle ilyen okosságokkal foglalkoznak. Ott ők már 2013-as felmérésnél tartanak, 2014 eleje óta kín van a 2013-as felmérés, ami 2% helyett már 4,1%-ot mond, hogy miért kellett
kettő évvel később egy 2012-es számot előhúzni a kalapból, esetleg azért, mert jobban néz ki ez az elenyésző 2%, mint a 4,1%. Tehát igazándiból a saját adataikkal is eléggé szépen zsonglőrködnek. És megvan annak a veszélye, hogy amíg nem nikotinfüggő emberek az elektronikus cigarettát használva váljanak nikotinfüggővé, majd esetleg dohányosokká, lobogtatják ezt meg, amiről ugye tudjuk, hogy soha egyetlen alkalommal nem sikerült még bárkinek bizonyítani, hogy ez így lenne, és az összes felmérés és statisztika ennek konkrétan az ellenkezőjét mutatja, de nem baj, azért ők ezt még így megismeret terjesztik. Az e-cigaretta fajták milyen típusú terméknek tekinthetők? Harmadik, nagyon fontos kérdés. A nikotint is tartalmazó e-cigaretta gyógyszernek, hazudja a dohányzás fókuszpont, a nikotint nem tartalmazó általános terméknek minősül. Mint ezt tudjuk, ugye a bíróságon is eldőlt már két ízben, kimondták, hogy a nikotint tartalma miatt alaptörvény ellenes. Krisztián, melyik volt az a két íz? Melyik két íz? Jaj, Istenem! Már megint kizökkent. Hát az egyik a citromos fagyi. Citromos fagyi, a másik meg a gépi fagyi. Igen, a gépi csavaros fagyi ízű volt az a másik íz. Tehát pontosan jól tudjuk, hogy ez nem igaz. Nincs Magyarországon olyan törvény, amely gyógyszernek minősítené ezt, kizárólag az elfogult és robot utasítással menetelő hatóságok azok, akik abszolút alaptörvény ellenesen üldözik a nikotinos elektromos cigarettát, de nem baj, mert végül is a Szívderítő magazin a dohányzás fókusz tollából a Magyar Kardiológusok Társaságának szakmai felügyeletével teljesen nyugodtan és békésen állíthat a nagyközönségnek, a dohányosoknak és a nem dohányosoknak egyaránt valótlanságot. Viszont nagyon szép képeket raktak föl. Az viszont igen, tehát teljesen megdöbbentő, teljesen abszolút jó kis. Ugye, tehát, hogy a képekkel képbe vannak. De egyébként. Jaj, és várjál. Ja igen, van-e a magyar piacon gyógyszerként engedélyezett nikotinos e-cigaretta? Firtatja a negyedik kérdés. Ez is egy ilyen szörnyen izgalmas és fontos kérdés, nem? Válasz erre? Ja, de közben hagyok időt, hogy reagáljatok, mert csak itt nyomom. Nyomjat, hadd dolgozzuk fel közben. Fajsúlyos kérdések ezek. Válasz nincs, idáig nem nyújtottak be kérelmet a nikotinos e-cigaretta gyógyszerként való forgalomba hozatalára. Kérdezem én miért? Mert nem gyógyszer. A nikotinos elektromos cigaretta. Talán azért, mert nem gyógyszer. Édes Istenem. De nem baj, mert haladunk tovább, és lesz ez még jobb is. Ötödik kérdés, és ez valóban a legfontosabb kérdés. Bárki, aki az elektromos cigaretták iránt érdeklődik, ez a legeslegfontosabb kérdés, amelyre a válasz meg kell tudnia, mert anélkül a bolygó megáll a forgásában, és mindannyian, akik a túlfelén rekednek, megfagynak, mi pedig a maradékok, ha ott maradunk, megsülünk. Rendkívül kardinális kérdés. Elektromos vagy elektronikus megnevezése a megfelelő az e-cigarettákra? De várjál, ezt is megfejtik. Ezt is megfejtik, mert mit írnak oda válaszként? Nagyon komoly tudományosan megközelítve osztják az észt, amennyiben a termékben mikroprocesszor vagy más elektronikai elem található, az e-cigaretta pontosabb megnevezése nem elektromos, hanem elektronikus. Hát én most leborulok, és térden állva köszönöm meg, hogy ezt a kérdést lerántották a leplet, ez a tömegeket izgató fontos titokról. Nagyon köszönjük. Én esetleg megemlíthetnének olyat, hogy a statisztikák alapján még a legrosszabb számokat figyelembe véve is messze menően hatékonyabb eszköznek bizonyul, még akkor is, hogyha nem lesz oktató eszköz, hogy valaki abba hagyja a dohányzást. Megemlíthetnék, hogy Magyarországon közel 200 ezeren használják. Esetleg megemlíthetnék, hogy Európa szerte már 10 millió elektromos cigarettás volt a felmérések szerint két évvel ezelőtt, úgyhogy most meg aztán. Tehát itt nagyon sok ilyen kérdés van, ami esetleg valóban érdeklődésre tarthat számot, de nem. Nekünk ezt kell megtudnunk, hogy a mikroprocesszort vagy más elektronikai elemet tartalmazó elektromos cigaretta igazából elektronikus cigarettának hívandó, nevezendő, ha nem akarjuk, hogy az MTA nyelvtudományi tanszékén teázás közben kinézzenek minket a cilinderes cilinderes monokin is, uram. Ja, Istenem.
Na, és aztán itt van a vége. Igazatok, mert másfél órát is tud beszélni egy folytatás. Nem, most... Én tanúsítom. Van róla felvétel. Van róla felvétel. Szóval, és a legfontosabb hatodik kérdés, ahol elérkeztünk A.G. Wells álmához, az időutazáshoz. 6. Leszokás segítésére használható ez a cigaretta? Akkor most mondom. Az egészségügyi világszervezet 2008-ban, 7 évvel ezelőtt, kijelentette, hogy nem tekinti az e-cigarettát legitim dohányzás leszokás támogató eszköznek, és felszólította a kereskedőket, hogy távolítsanak el minden olyan reklámjogúton szereplő megjegyzést, amiben arra utalnak, hogy a WHO biztonságosnak nyilvánította volna. Bla, bla, bla. A WHO arra hivatkozott, hogy még 2008-ban egyetlen szakmai tanulmány sem támasztotta alá, hogy ez a termék egy megbízható és hatásos eszköz lenne a nikotinpótló terápiák során. Na most, kedves dohányzás fókuszpont, kedves vidáman tolnokkodó cikkíró, 2008-ban lehet, hogy nem találtak egyetlen szakmai tanulmányt sem, ellenben a mi adóforintjainkból üzemelő dohányzás fókuszpontot megkérném, hogy próbálják már meg 2015-ben felmérni, hogy hol tart a helyzet és milyen tanulmányok voltak, mert ez, hogy 2015-ben egy ilyen érvet hoznak fel az elektromos cigaretta ellen, hogy 2008-ban mit mondott a WHO, vagy mit nem mondott, ez annyira vérciki, annyira szakmaiatlan, annyira gáz, hogyha én valami olyan helyen ülnék, akkor holnaptól önöknek már nem kellene bemenni dolgozni. Nem fejtetted ki, hogy az elektromos és az elektronikus cigarettára vonatkozóan. Másrészt, igaz, a, igaz. A cikk végén kérdése van? Tegye fel szakértőjének. Írd oda, miért vagy inkompetens fasz? Én rá kattintottam. Van itt dietetikus, van itt aneszteziológus, van itt, mit tudom én, mágneses rezonancia van foglalkozni. Figyelj már, hallod, Fifika, nincs ott látó, vagy tudod ez de, a... De amikor... egyetlen egy elektromos, vagy avagy elektronikus cigarettával foglalkozó, esetleg mikroprocesszoron doktorált ember nincs a tanácsadók között. Lehet, hogy ott van Gyurcsok József. Hát, ő már nincs. És ez... visszatekerek a Magyar Kardiológusok Társaságának szakmai felügyeletével született. Egyébként tudjátok, hogy milyen cikk lett volna az igazi őszinte, ami megmondja a Frankót a dohányzás fókuszponttól erre a kérdésre? Mit kell manapság 2015-ben tudni az elektromos cigarettáról? Egy mondat. A dohányzás fókuszpont sajnos még mindig nem tud eleget az elektromos cigarettákról. Igen. Ez sajnos pontosan így van. Édes Istenem! Okay. Kicsit felhergeltem magam, elnézést, ez okay. Iszonyat. Vérnyomás vissza a helyére. Mondok egy másikat, amit nem tudom, ki linkelte be, de én is megtaláltam, ez a bbc.com-os, hogy egyre több gyerek vépel, és próbálja ki a vépelést, mint ahányan kipróbálják a dohányzást. Magamban rögtön rákérdeznék még az előtt, hogy bármit is olvasnék, hogy de hát az miért baj, hogy ezt próbálja ki, és nem a dohányzást. De hát ez mellékszál. A számokkal nem mutatnék senkit. Itt a cikkben le van írva, hogy ez jó. Számokkal nem mutatnék senkit, és most mondanám, hogy 6173 gyerek, és 210 iskola. Na mindegy, ott vannak benne a számok, hogy 2013-ban, 2014-ben mennyi volt, de itt elhangzanak azok, hogy most már kimutatható, és lényegesen többen próbálják ki az elektronikus vagy elektromos, ugye, cigarettát, és hogy adják el gyermekeknek, vagy azok családtagjainak, és adják át ők a gyermekeknek, amit persze mi nem támogatunk, de én úgy gondolom, hogy még mindig jobb, mint hogyha a hagyományos cigarettával játszanának, és hánynának a parkban a csemeték, úgyhogy... Egy fontos dologra felhívnám a figyelmet ebben a cikkben, 2003-as szám
42%-a a gyerekeknek kipróbálta a cigarettát. 2003-as szám. Igen. 2015-ben 18%, tehát 42-ről 18-ra esett vissza a hagyományos cigarettát kipróbáló gyerekek száma. És hogy gondoljunk ebbe bele. 18% az azt írja, hogy a legalacsonyabb rögzített adat 1982 óta. Így van. Hát erre az, amit a művelt angol azt mondja, hogy cherry picking, amikor ugye a számok és tények közül csak azokat válogatott ki, kontextusából kiragadva, ami a mondandódat igazolja, míg amikor a teljes kép ismeretében egész más eredményre jutná, mint ahogy ez is ugye azt támasztja alá, amit már olyan sokszor elmondtunk, hogy meg kell nézni, hogy hogyan fordul meg a dohányzás, a dohányosok százaléka, miközben nő az elcigarettások százaléka, és ahogy Charlie is mondja, több gyerek próbálja ma már ki az elektromos cigarettát, mint a dohányzást. Hála a jó égnek! Örülünk, azért még mindig örülünk neki. Hát nem annak örülünk, hogy kipróbálják, hanem hogy inkább ezt próbálják ezt a ki, mint a hagyományos cigarettát. Ez is egy jó példa arra, hogyha kiforgatjuk a mondatunkat, és csak az egyik felét értelmezzük, akkor az úgy hangzik, hogy de örülünk neki, hogy elcigiznek, nem örülünk neki. A teljes képet, a teljes tények ismeretében, igen, baromira örülünk, hogy a dohányzás helyett inkább ezt választják. Az is benne van ebben a cégben. Bocs, Charlie, mondjad. Nem, én voltam, de mondjad nyugodtan. Ja, akkor nem, bocs. akkor fifika, bocs, de mondjad. Nem, mondjad, mert én tovább akartam már lépni. Ja, oké. Okay. Az is benne van a cikkben, hogy a számok szerint 22%-a ezeknek a gyerekeknek legalább egyszer kipróbált az elektromos cigarettát. Hogyha összeadjuk azt a 18%-ot, aki a cigarettát próbálta ki, meg ezt a 22-t, persze, hogy nem valós az adat, de akkor látszik, hogy azért a kísérletezési kedv a gyerekek között nem csökkent. A másik dolog, amit látszik, hogy azoknak a 89%-a nyúlt elektromos cigarettához, aki amúgy is dohányzik, akik egyáltalán nem dohányoznak, de kipróbálták az elektromos cigarettát, az csak ennek a 22%-nak a 11%-a. Alacsony számokról beszélünk, tehát érted? És itt tényleg valahol itt van, hogy így van, hogy 3%-uk számolt be alkalmi használatról, és csupán 1%-uk az, aki rendszeresen, legalább egyszer egy héten használ ilyen készüléket. Azért ez a cigaretta esetében mennyire mondható el? Egész másféle felhasználási szokások vannak, egészen másféle hatása van ennek a dolognak, tehát ahhoz képest ez egy egészségügyi erőrelépés, egy közegészségügyi áttörés. Az a baj, hogy azt elfelejtettem azt a, nem fa be, hanem face, elfelejtettem azt a cikket, de pont ma láttam, chartokon, grafikonokon mutatta, hogy így 2013-ban, 2014-ben hogy alakultak a dohányosok, dohányos és vépelő, és érdekes, mindig a vépelő volt a legkisebb, és ha az egész 100%-ot tekintjük, akkor ott a csak tisztán vépelő fiatalok, azok a 10% fölött 1-2%-kal mozogtak. Tehát azért az nem mindegy, és akkor nézzük már meg a másik felét, akkor ott volt még 20-valahány százalék, aki dohányzik és ecig, és ott van az a rengeteg százalék, aki pedig csak cigarettát. Na, az jobb? Igen. Egyébként, hogy ezt a trendet is valamelyest csökkentsék, 2015. október 1-től új szabályozás és új büntetőjogi, vagy illetve nem tudom, valamiféle törvényi változtatás lesz. Én ennek örülök, mint... Nagyjába? Igen. Én ennek örülök, mint pult mögött álló majom, mert azoknak a szülőknek, akiknek eddig lelkiismeretileg nehezen vagy nem szívesen adtam készüléket, mert tudtam, hogy a gyereküknek... Természetesen van rá jogom, hogy azt mondjam, hogy ne, de hogyha egy olyan szituáció van, ahol roppant öntudatos ebben a nyugati fogyasztói társadalomban felnőtt emberről van szó, aki nekiáll nekem hepciáskodni, akkor inkább kiszolgálom, csak hogy szabaduljak tőle. De október 1-től tilos, törvény szerint is tilos elektromos cigarettát, után töltőfolyadékot 18 éven aluliaknak eladni. Ugyanakkor tilos a szülőknek vagy felnőtteknek
gyerek vagy 18 éven aluli számára venni valamit, ilyen jellegű terméket. Ami itt hülyeség, hogy ugyanebben a cikkelyben az van, hogy magángépjárműben, ha 18 éven aluli tartózkodik az utastérben, akkor tilos, és itt a smoking szót használnak, tehát nem vapinget, hanem smokingot írnak, de ugyanebben a cikkelyben van, tehát ez itt annyira nem tetszik, de hogyha azt mondanák, hogy ne vépelj olyan kocsiban, ahol gyerek van, arra azt mondom, rendben van. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy itt nincs olyan, hogy másodkézből származó gőz. Vagy legalábbis. Igen? Másodlagos... Mennyire durva betüremkedés az ember magánéletébe. Hát az. A minimális észszerűségek mellett ez egy olyan szintű támadás az ember magánszférája ellen, hogy az hihetetlen. Na de ha belegondolsz, ez pont olyan, mint New Jersey-ben, mert ott is... Ott nem egy kormányzati létesítmény, nem egy patika, nem egy étterembe, hanem egy olyan, mintha a BMW-n lenne, a Budapesti Nemzetközi Vásáron lenne egy vépfest, amit én szervezek, oda szervezem a kiállítókat, én promótálom, az én zsebembe jön a lóvé, én fizetek a biztonsági személyzetnek, azt engedek be, akit én akarok, olyan, mintha lenne egy kurva menő házi bulim, és akkor azt mondják, hogy oda én a saját rendezvényemre nem gőzölhetek. Ez is pont olyan, mikor meghatározzuk, hogy hol lehet, meg hol nem, és mondjuk az autódban nem, meg lassan már a lakásodban sem, majd olyanok lesznek, mint ahogy most a cannabis termesztik, tudjátok, hogy mindenféle ilyen mesterséges lámpával, meg szagelszívóval, hogy a szomszéd meg ne érezze a szagát, ilyenek lesznek. Ezt vizionálom 10 év múlva, ha nem változik semmi. Én a Blackie-re akkor akartam ráfűzni, hogy ugye van itt még egy Massachusetts-i cikkünk is, ahol szinte kopra ugyanez a helyzet, mint amit most beszéltünk, hogy a törvényhozók egyszerű, én nem tudom, lehet, hogy ilyen kukából szedegetik össze az információikat. Hát persze, és, úgy hívják azt a kukát, hogy FDA. És ugyanezekkel a baromságokkal egyébként már ugye azt most már szinte megszokottá vált, hogy a vépelést és a dohányzást egy kalap alá veszik, és ugyanazokon a helyeken, ahol nem lehet dohányozni, ott nem is lehet vépelni, stb. De ez polgári mellett, engedetlenség, polgári van, engedetlenség. De ez mellett ugye ki fogják terjeszteni Massachusettsben is a törvényt, az e-cigarettára be fogják vezetni a felnőtt korúaknak való, csak a felnőtt korúaknak való árusítást, egyéb dolgok, és akkor jönnek ezek a hülye érveik, hogy de mer a, mit tudom, a bazóka ízű likvid, meg a nem tudom én, de ember egy, aki mondjuk fiatal korúként kipróbálja, ez valószínűleg nem 18-as levessel kezd, ha még életében nem dohányzott, valószínűleg nullással fog kezdeni. Igen, a nikotin addiktív, hozzá lehet szokni, stb. De ha nikotinmentes szív, akkor mihez szok hozzá? Szokik. Propilén glikóhoz. Hát meg a másik fele, hogy jönnek ezzel, hogy ez a candy és koton candy. Úgy és hogy mihez blabla. Fog hozzászokni. A cunihoz is hozzá lehet szokni. Szóval vegyünk egy átlagos kamaszt. Ha megkérdezed egy átlagos kamasztó, hogy mit szívsz, azt fogja neked mondani, hogy lollipopot, áfonyás lollipopot szívok, mert az olyan fát, bakker, dohányosokat fog szívni, hogy minél menőbb legyen, mert azért dohányzik a kamasz, mert azt hiszi, hogy menő. És egy kamasznak nem lesz a lollipop, meg az áfonyás tekercs, dehogy meg is nem, az emósoknak. Az emósoknak, igen. Ott lesz igazán menő a Suicide Bunny. De ez csak egy eszmefutatás, tehát erről nem tudok se számokat, se ilyesmi, csak ez most így eszembe jutott, hogy ez egy hülyeség, mert ki az, akinek vonzó? Azt mondod neki, hogy nyalóka, és átmegy már ilyen látni cukorfrenzibe, és nyalókát. Hát egy 5 éves gyerek. Egy 5 éves gyerek nem fog neki állni gőzölni, könyörgöm. Egy picit ráfűznék erre. Volt egy tök ártatlan bejegyzés a Facebook oldalamon, hogy hamarosan jön az iStick 40 watt temperature control review is, egy darab fényképpel. Az első komment a kommentelőtől,
ez az, hülyítsük a népet. És én rá se gondoltam, hogy mi a túró van, hogy mi ez, vagy ki ez, vagy megköszöntem neki, hogy roppant kultúrát volt a hozzászólása. Boris megfejtette, Kovács úr, nyugodjon meg, mi nem akarjuk bezáratni a dohánygyárakat, ellenben önökkel, akik úton útfélen támadják az e-cigit. Persze biztos én is ezt tenném, ha mint dohánygyárban dolgozó, csökkenne a lóvém, mert kevesebben vesznek cigit. Hiszen K. Tamás Márton itt dolgozott, Róna dohányfeldolgozó Kft. Én megkérdeztem azért óvatosan, hogy igazából nem is értem, hogy ez a diverzáns lét, mit akar itt ez az ember, miért nézi egyáltalán akkor az oldalamat. Arra nem tudott már igazából válaszolni, de azt tudta, hogy magára haragít legalább két embert. Én nekem erről az jutott eszembe, hogy nem hülyíted a népet, mert tényleg hamarosan jön. Ja, és erről jutott még eszembe, hogy igen, egy ismerősömnek a blogján, itt felhőre nézek, H. András blogján volt egy bejegyzés, hogy még a cigarettát kéne letenni, és valaki írta, hogy a cigaretta és a nikotin az abszolút nem addiktív, mert ő, ha valaki az elektromos cigaretta is szóba került, nem kell ilyen hülyeség, aki le akarja tenni, az egyik napról a másik napra leteszi, és ő nincs rászokva, azt mondja, mert hogy ő dohányzik. Mondom, tehát akkor nikotinfüggő vagy. Nem, ő bármikor le tudná tenni. És akkor tudod, mint a rossz drogosnál hozzátettem. Tudod, hogy ha akarnám, de nem akarom. És mondta, hogy volt, hogy többször is tartott már 3-4 hónap szünetet, ha nem akarja, nem szívja. Hát mondom, de pont ez az, hogy azért szívod utána, mert hogy valami hiányzik, valami pótcselekvés, de nem a nikotin miatt. Jó, mondom, ha hagyjuk a francba, bazd meg, nem a nikotin miatt, akkor csak azért, mert akarod. De miért akarod? Tehát ez így, bármikor le tudom tenni, amikor akarom, múltkor is 3 hónapra letettem. Jó, simogasd meg a fejedet, ülj le egyes. Segítsetek, nem jut eszembe, hogy melyik híres ember szájából hangzott el, hogy de valaki volt, hát ha tudjátok, hogy... Hát nem értem, miért mondják, hogy olyan bonyolult dolog leszokni a dohányzásról, nekem is sikerült már legalább 5-6-szor. Igen. És hogyha itt vagyunk, akkor már engedjétek meg, hogy legyek olyan önző, hogy kicsit Blackit is futtassuk, mint Méta utcai csajt az útszélén, mert hogy hirdetett ő egy nyereményjátékot. Nem ő, az ecigi.info oldal. Olyan videókat szeretne elhelyezni, amikben az e-cigarettát használók elmondják, milyen formában változtatta meg az életüket, és főleg az egészségüket ez a találmány elektromos vagy elektronikus verziója. Mindkettőt elfogadjuk. Igen, mikroprocesszor vezérelt is lehet. Szeretné, hogyha elmondanátok mindenkinek nyilvánosan, hogy szoktatok át, mit adott az e-cigaretta, ami lehetővé tette, hogy a füstöt letegyétek. Térjetek ki arra is, milyen eszköz használtatok, mi jött be és mi nem, illetve hogy mit tartotok ideális készüléknek ahhoz, hogy mindenkinek nagy biztonsággal sikerüljön, legyen erős dohányos vagy kocabagós. A fáradozásatok nem marad jutalom nélkül, az e-vapor és brenyó jóvoltából, valamint Blacky által felajánlott nyeremények kisorsolásával szeretnének kedvet csinálni ahhoz, hogy webkamera vagy a mobilotok kamerája elé üljetek. A nyeremények pedig haladjunk visszafele. Az ötödik az egy Smoke Micro GDC tank, a negyedik az egy Kanger Genitank Mega, a harmadik egy Ego VV Starter készlet tetszőleges színben, a második az egy 30 wattos iStick tetszőleges színben, az első helyezés díja pedig egy Kangside S500-as 50 wattos fekete, gyárilag mellékelt LG cellával. A videókat bármelyik videó megosztó oldalra fel lehet tölteni, a feltöltött videó linkjét pedig el kell küldeni az admin@ecigi.info-ra. A játék vége 2015. augusztus 20. Sorsolás és eredményhirdetés másnap. És ami nagyon fontos, ne olyan címekkel tegyétek föl, hogy nyereményjáték, meg játék, meg felhívás, hanem legyen beszédes, mert az egyik célja az, hogy mutassa meg... Video.vmv.
Kamera. Ülj le, fiam, egyes, hogy ugye indexálja ezt a YouTube is, és hogyha valaki rákeres arra, hogy e-cigi, akkor lássa, hogy igenis van itt N plusz egy tartalom magyar nyelven is el lehet érni. Ez az értelme ennek. Légy szíves, tegyétek, vegyétek, vigyétek. Kapkodjátok a kameráitokat. Jó, erre benevezek én is. Egyébként itt valaki pont írta, mert én is megosztottam. Nincs a YouTube-ban annyi hely, Krisztián. Nem, majd elmondom miért. Ez nagyon jó, mert ez most tényleg jó. Ez most tényleg jó? Mert egyébként mindig olyan szar ötleteim vannak, ez most tényleg jó, fiúk. Akkor elmondom. 5 percben meg tudod oldani, akkor rendben van. Várjál, azt mondja, hogy e-cigi tesztek, és... Ja, hogy úgy? Nem úgy gondoltam. Hol a ble ki? Nincs annyi háttértán. Akkor addig elmondom, hogy az volt, hogy a demonstráción eredetileg úgy volt, hogy Kinga is felszólal, és ő egy nagyon érdekes megközelítésben szerette volna elmondani ezt az egész elcigarettázás hatása az ember életére. Növényi glicerin letakarítása az ablak belső felületéről. Egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta kidolgozni a beszédet, így aztán nem került rá sor, viszont tényleg nagyon jó a téma. És ez így augusztus 20-áig talán rá tudom venni, hogy mondja a kamerába, és ez klassz. Úgyhogy ez most jó, ez most megmotivált. Na, szép volt ez is, ülj le egyes, már megint megmotivált. Na, ugyan egyébként már. Tamás, hogy van? Én érdeklődve várom. Ha Kinga mondja föl, akkor azt érdeklődve várom. Ráadásul pont most leszünk augusztus elején 4 éves gőzlérek, úgyhogy még apropója is van. Kerek évforduló végül is. Igen. Erős Gábor, megtaláltam a kommentjét. 48 hónap. Kijátszottátok magatokat? Nem. Várjuk, hogy akkor csak lehúzom beszélni a hangodat. Tehát Erős Gábor, Tamás, mindig olyan bonyolult megfejteni ezeket a Facebookos neveket. Rákommentelt az e-cigi teszteken. Blacky, ez neked is. Most kezdem igazán értékelni a videóitokat. Ennyi buktató a világon nincs. 1. Intro szerkesztése 20 másodperc, 3 giga, mert én hülye elfelejtettem tömöríteni, de ez legalább használható. 2. Természetesen nem annak van a legjobb hangminősége az itthoni eszközök közül, mint amivel a képet szeretném rögzíteni. 3. Sportkamera megfelelő világítás nélkül színzajos, de a szobában a ledek 25 hercen villognak, ettől fut a kép, és még a videón sincs 1 másodperc sem. Még jó, hogy van egy hónapom, mert lesz itt még orális szex, úgy érzem. Hát én nem egészen értem. Nem tetszik neki, vagy tetszik? Nem. Hát a szoporroller. Ez jól mondta, szoporroller. Hogy úgy tűnik minden, hogy milyen egyszerű, hogy... Odaállsz a kamerára és beszélsz. Nem látszik, hogy hányszor van az, hogy csapó. És újra kezded. Ja, hogy kezded. Ő is megpróbálkozott vele, és belefutott a sok-sok hibába, amit elett. Aztán visszanézett, mondjuk nekem a legelső kamerámon késett a hang. Valóban úgy volt, hogy a világítástól remegett a kép, meg ászolt. Most csináltuk hétvégén a... YouTube videózás hőskora! Nem hétvégén. Igen. 2 napja csináltuk, pont Felhőnek megjött a GS2-je, és mondtam, hogy abban a nap, tehát még ki sem volt bontva, úgy képzeljétek el, kicsomagolás, unboxing, kiülünk a kertbe, piknik review, meg az anyám kínja, és mikor nem látod a kamerát, mert hát nem az az oldala van feléd, lebeszélsz egy monológot, odamész a kamerához, és áll a felvétel. Igen. Mondom, ilyen nincs, bazd meg, kezdjük újra. Elkezdem újra, megint áll a felvétel. Mi van? A tárhely elfogyott, bazd meg. És azt akkor jó, kezdjük harmadjára, de akkor már rutinból. Úgyhogy igen, hát na, legalább mindenki és megérzi. És harmadjára már nem olyan őszinte a mosolyod. Azért ezt tegyük hozzá. Ne, benne van az is, de hogy harmadjára már rutinból tudod, amit előzőleg esetleg elrontottál, és igen. És akkor már kicsit rákészültebb vagy a dologra. Na, szóval igen, van buktató benne, de hogy mondják, nem helyezés is van, hanem nyeremények is vannak. Ez viszont azért szomorú, hogy csak ilyenkor ragadnak az emberek kamerát egy picit szerintem. Igen. Ettől függetlenül Rasta, ne spilázz túl,
fogd meg a telefonodat, fordítsd a kamerát magad felé, beszélj rá 5 percet, kalapkabát nem kell túl spilázni, sportkamerával, meg mit tudom én. Ez a buli nem arról szól. Akkor nem is tiéd lesz az első hely, igenis szenvedj, izzadj vért, látszódjon rajta a kemény munka, és akkor Charlie, meg lesz a gyümölcse. Ez nem a Golden Globe, baszki. Ez a mániája. Podcastben minek 100 000-es mikrofon, minek ilyen kamera, meg az anyám kínja. Ide minőségi kontentet kell gyártani, Blacky. Mi nő? Itt röhög mellettem a... Kikupálódtam a Lightworks-ben, úgyhogy én úgy meg fogok vágni minden. Csuda jó lesz, nagyon örülök. De egy nagyon fontos kérdésről viszont nem beszéltünk, urak. Mi? Blacky, amikor úszómester volt a Harkányi strandon, volt-e neki saját sípja? Vagy céges sípja volt? Saját. Most mondja Felhő, és még a fürdőgatyája és a sajátja volt szerinte. Igen, ami nem saját volt, hanem céges, az egyen póló, a nagyvörös keresztel. Ide lőjetek! Csak hogy a fontos dolgokról is essen szó. Fontos dolog. Gyerekek, öröm hírt kell bejelenteni a podcastben. Öröm hír az... Valami effektet kérünk, Állj meg, most jön az, amit a Lackó Attila kurvára utál. Az örömír az valami Jehova tanúi. Te mindent el tudsz baszni, Krisztián. Mini Ziegler Ferenc lebabázott. Gratulálunk! Mini Ziegler Ferike megszületett. Várjuk a cikkeket, Feri. Most már ki nyaraltad magad, légy szíves. Mindannyiukat. Hogy van, babának és édesanyjának jó egészséget kívánunk. Mi van, likvidet akarsz? és ja, több alvást. Hát fújjad, ez olyan életszagú lesz, fújja fel az orrát. Azt mondja Felhő, vedd lejjebb a mikrofont, ki akarom fújni az orrom. Fújjad. Reality. Vérre verítéker írjuk a podcastet. Na, aztán már megint... Azt már volt. Oké. Texasi láncfűrészes. Azt én is néztem, de ezek engem már nem fognak meg, ezek a hülyék, akiknek fölrobban a zsebükben, meg a kezükben, és leég a combjuk, és aztán saját magukból mártírt próbálnak a saját fasságuk miatt csinálni. Egyrészt, másrészt meg, ha valaki megnézi ezt a sérülést, az már nem a friss sérülés, tehát még az is lehet, hogy egy... kvázi bolha csípés, ami aztán elfertőződött. Tehát... Le van fújva azzal az impregnáló szarra, ráadásul igen, az jutott eszembe, amikor első randevunk estéjén a balesetén kötöttünk ki, mert keresztül görkoriztam egy pocsolyán, és a Margitit Budai hídfőjénél ott a lefelé vezető íves részen lecsúsztam az ívet, és az így elvitte a lábszáramlóra bört. Így alapvetően nem volt ez annyira csúnya, de miután a balesetén lejódozták, lekezelték az egészet, utána már baromi nagy felületen baromi ronda volt. Úgyhogy igen, ez a kép, ez csalóka. Csodálatos. Ettől függetlenül, amiért úgy gondoltam, hogy érdemes megemlíteni, az a WTC 5 miatt van, ugyanis ezt az aksit otthon is sokan szeretik, kedvelik és keresik. Nagyon vigyázzatok, mert nagyon kevés hely van, ahol eredetit, valódi Sonyt kapsz. Én is találkoztam már itt kint ugyan, de rengeteg hamisítvánnyal. Van egy okos töltőm, ami méri az akku belső ellenállását, valaki behozta a WTC 5-jét, most rendeltem eBay-ről, meg tudnád-e nézni. Teljesen töltött állapotban olyan belső ellenállása volt, mint a 2 éves Samsungomnak. Egyből kellett visszapostázni, mert azt, ha beleteszi a fickó a 200 wattos Snow Wolf-ba, akkor biztos, hogy rossz vége lesz. Úgyhogy, ha WTC 5-öt akartok venni, akkor jól nézzétek meg, hogy honnan veszitek. Ennyi. Szolgálati közleményünket hallották. Nekem is ez jutott eszembe. Na, itt mindenki van pipálva, akkor én rátérnék azt be fogom linkelni, szerintem jól sikerültek, illetve az angolok is visszajeleztek, hogy nagyon tetszett az előadásmódunk, és a cikk is tárgyilagos volt, és Lucena 5 Pons, hadd szóljon, diacetil a tüdőben, mindent értetek, túléltük, itt vagyunk, akivel összefutok majd valami találkozón,
Azt kipróbálhatja, el fogom vinni mind a kettőt. Tényleg, mert most... Mi most? És elnémult. Meg elrágták a birkák a internet vezetéket. Itt vagy, Fifika? Nem, itt vagyok. Az most jutott eszembe, hogy nézegettem a kis... Hát, hogy a nyomdokomba léptél, ugye azt valljuk be őszintén, hogy Magyarországon elsőként én csináltam liquid tesztet, de hát... Fölnőttem a nagyokhoz. Bár tudod, mert még tekerni nem tudok. Fölnőttél a nagyokhoz, úgyhogy nem tudom, én is küldhetek neked liquidet? Persze. Jó, megköpködjük. Rendben. Ja igen, mert azt is be fogom rakni, hogy most megszólítottam végre megint a kereskedőket egy bejegyzés formájában az oldalon. Nincsenek nagy illúzióim, hogy most a podcastet 50 kereskedő hallgatja, és mindegyik küldeni fogja. Idáig egy írd és mond, egy kereskedő jelezte, hogy ő küldene liquidet, és annyival tudom még megszponzorálni őket, hogy én minden kereskedőt arra ösztönöznék, hogy is mondjam, tekints ezt befektetésnek, marketing költségnek, és ne kérje vissza a likvidet, azt amúgy sem, mert elég nehéz lenne, de az eszközét, legyen az bármi drága, mondjuk egy provari, vagy egy akármilyen smokebox, a tököm tudja, hogy micsoda, lényegtelen, hogy micsoda, ne kérje vissza, hanem ajánlja föl, és biztos lehet benne, hogy nem én fogom használni, hanem kisorsolom. Ott fogsz bőrzézni, bakker. Igen, kisorsoljuk majd egy elkövetkező adásban, ergo dupla marketing költség, ezeket mindig rám fújja a felhő a málnáját. Ezeket mindig előszeretettel és sokan nézik és játszanak is érte, úgyhogy go, legyen sok videó, nem csak egy-két kereskedőtől. Természetesen a műsorváltoztatás és a válogatás jogát fönntartjuk, tehát 23 ugyanolyan egót fölösleges lenne elmutogatni, de a változatosság gyönyörködtet alapon jó lenne, hogyha minél többet láthatnának az emberek. Ilyen lesz például most ugye ez a GS2, amit felhővel megvideóztunk a héten. Fantasztikus a cucc egyébként. Ki fogod sorsolni? Ezt... Megadom, de faszát azt! Nem tudom, hogy ez behallatszott-e. De. Jó. De ez jó volt. Édesapád nemi szervét fogja kisorsolni. Kibic. Spontán. Igen, úgyhogy bazi jó egyébként a cucc, és most volt az, hogy elgondolkoztam, hogy GS2 vagy GT2 kéne. Nagyon metál az én a 2.5-ös provárin egyébként. Tekerd már rá. Hány millió az átmérője ennek? Mekkora? 19-es. 19, de van 18-as szükkítő gyűrű rája. Ó, more, hát mintha csak rája ült volna, nem kapod vissza eztet. Jaj, de fényes réz. Ne, hát mondjuk ezzel egy picit nagyobb, de a 18-as a pont fasza lenne. Úgyhogy kellenek az ilyen videók is, csak egyre kevesebb itthon is a kereskedő. Úgyhogy ezt is már csak külföldről lehetett beszerezni igazából. Na, hát te mindent megteszel. Ja, direkt ezért meggyőztem felhőt, hogy neked erre szükséged van, vegyél már egyet, légy szíves, 150 euróért, és utána hozd már egy gyorsan, videózzuk meg. Igen, ez így sorsoljuk ki. És sorsoljuk ki. Legyintett egy nagyot, hogy majd mindegy, most már akkor sorsoljuk. Figyelj, úgy csináljuk, hogy mintha a Blacky megnyerné, és aztán ő meg visszaadja neked fél áron. Nem hallatszott be semmi, Charlie. Ja, jó, oké. Jó, csapassuk a továbbiakat, sorozat. Csapassuk. Sorozat. Nekem majd lesz egy kulturális részem. Egek ura. Fifika és a kultúra, vagy ezen lepődtél? Egek, vagy mi? Igen. Egek fura ura. Én most le vagyok maradva teljesen, mert ez az 5 nap lenn.
abszolút zéró sorozat. Mark, néztél sorozatot? Nem néztünk sorozatot. Ez nem igaz, mert egyik este bekapcsoltuk a helyi csatornákat. Imádom a helyi tévén a Szív TV kaliberű reklámokat megszondázni, hogy azok még léteznek-e. De aztán nem, leragadtunk a most már államilag előállított csatorna sorrend elejénél, és olyan sorozatokat találtunk, amiket egyébként nézünk angol nyelven, mint például Criminal Minds és Bones, és a bájosan varázslatos, ahogy hány évvel vannak lemaradva a magyar szinkronos évadok, és hogy mennyire förtelmesen szar a szinkron. Úgyhogy ha ennyi volt a sorozatnézésünk. Figyelj, mi volt az, amiről múltkor? Igen, a True Detective. Na, elkezdtem nézni, hogy na, valami újat én is. Te ez nagyon, nagyon hasonlít a izére. Mondd már, mi volt régen a Twin Peaks-re. Az első évadnál tartasz, vagy hol? Ne idegesíts, első évad második rész fele, és azt hittem, és hogy az ereimet... És van benne répa? Nem, bazd meg, a történet olyan vontatott, hogy azt hittem, hogy zsilettér nyúlok. Hát az egy jó lassú sodrású sorozat, igen, de egyébként... Lassú sodrású, bazd meg, egy pocsolya konkrétan. De az, hallod, zseniális karakterek. Az tehát, a két színész az valami egészen elképesztő. Jó a sztori egyébként, nem annyira misztikus, mint a Twin Peaks-es, bár azért van benne egy-két csavar, és eszméletlenül szépen van fényképezve. Igen, 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 azt tetszett nagyon, illetve, hogy a... Mondd a főszereplőt, és majd mondom, hogy a másik. Melyik a színész? Matthew McConaughey. Látod ugye az adó ellenőrt szépen séróval, és néha bevágják, tudod, ezt a retrospektívet, hogy ugye visszaemlékszik, és ül az asztalnál, és mikor le akarja nullázni a vizsgálótiszt, és odatolja a bögrét, hogy itt nem lehet dohányozni. Komolyan ezt mondod? Tehát azt akarod, hogy én elmondjak neked valamit, és azt mondod, hogy nem lehet itt dohányozni? Oda löki a bögrét, hogy oltsa el, mert hát másra nem tudsz gondolni. És akkor ő az meg így nem hagy esélyt, így félretolja a jobb kezéhez, mert ott kényelmes, és kettőt pöccint a cigijén. És ezzel így megsemmisíti a csávót. Zseniális. Tehát kurva jó. Oda megy részegen, bazd meg a izére, a vacsorára. Mindent visz. De a sztoria nekem picit lassú, nem picit, nagyon lassú volt. Lassan fejlődik ki, igen, az biztos, de megéri végigvárni, mert tényleg jóval lassabb, mint más sorozatok, adott esetben más sorozatok, de hát zseniális. Azt megtennéd, hogy a kedvemért a Wayward Pines-ból egy kicsit spoilerezel, mert a Boris azt mondta, hogy semmi spoiler, még csak az ötödik résznél van, tehát egy picit a hatodik részből valamit köpje már el neki. Ja, Istenem, nem, nincs szívem, mert ott akkora csavar lesz nem sokára, hogy ezt nincs szívem lelőni. Francba. De nem igazán arról van szó, mint amire az ember gondolna, úgyhogy nagyon durva csavar lesz benne. Nem a cuni. Ki kell bekkelni, az valahol a hatodik, hetedik rész környékén fog kiderülni, derül ki majd, hogy szebben mondjam, és nagyon nagy lesz a csavar. Hanyas még? 32-es? 36-os? 0-32. Nick ezek volt. Így. De elindult egyébként a héten a Helen Wills, amit én nézek, annak nagyon örülök. Aki nem tudná, ez egy a Vadnyugat korában játszódó sorozat a Vadnyugatról, amikor is az észak, vagy nem is, a kelet-nyugati vasút vonal lefektetéséért megy két cég között a háború az Egyesült Államokban, és Helen Willsnek hívják ugye azt a mozgóvárost, ami folyamatosan követi az épülő vasút vonalat, ahogy halad a kontinens két szél között, és baromi jó kis sorozat, ez már az ötödik évad, klafa. Zsírság. Hú, én elkezdtem újra nézni az Orion űrhajó kalandjait. Azt hittem a Babylon 5. A retro. Hú, te, ezt a 8 részt azért végignézni. Durvá hosszú. Csak lássátok azt a képet. Egy headset osztóval a fülhallgató kimenet ketté van osztva, mögöttem fekszik a
a bőrfotelt elrébb húzta, végignyúlt rajta keresztben, lóbálja a lábát, csukott szemmel hallgatja a podcastet. Tehát ez az abszolút első kézből hallgatod a podcastet. Aki nálad előbb hallja, az hazudik. Az hazudik. Ennyi. Ezt most kár volt elmondanod, mert jövő hétre be fog jelentkezni a Lackó Attila. Na de várjál, ez az első volt ingyen, a következőért pénzt kérünk. De limitáld az elosztókat, Charlie, tehát 16-nál több ne legyen, de azok fizessenek rendesen. Erről jut eszembe, hogy én ugye lemaradtam szombaton sajnos a légiós futásos Hepáról, viszont a csodálatos dagonyázó képeket láttam Andornál, de hogy van valami hír erről, hogy hogy végzett a gőzlér panda? Elvégezték, és ennyi. Pipa? Azt láttad azt a kis gifet, amikor Andor ugrik a sárban? A gifet zseniális. Nem láttam. A zseniális. Te bolond, hát a nézését zseniális. Meg a járását. Tedd össze a kettőt. Figyelj. Tedd össze a kettőt. Nagyon durva. Meg fogom keresni neked. Legnagyobb táncosunkat így gondolatban nálam letáncolta. Tehát várj egy picit. Hát, Vastag Csaba új előtáncosát láthattuk a gifben. Nem találom. Mert hogy azt mondja Andor, hogy a Vaper légió sikeresen leküzdötte az akadályokat, bocsánat, akadályokat tűzdelt távot a dögmelegben. Köszönöm a dicső csapatnak, és név szerint említsük meg őket: Verebi Andi, Takács Antónia, Balog Csaba, Kocsis Tomi, Kovács Peti, Petyko, Szilágyi András, és természetesen Várkonyi Andor, hogy együtt futhattunk, mindenki keble dagadhat a büszkeségtől. Köszönöm Charlie-nak, hogy reklámozgatta ezt az eszement hülyeséget. Köszönöm Krisztiánnak, hogy eljött és drukkolt. Várjunk csak, ez utóbbi sztornó. És persze köszönet a kicsiny, de lelkes szurkolótáborunknak, akik viszont tényleg ott voltak. Kurva jó volt, jövőre ismét várjuk a csatlakozni vágyókat. Jaj, várjatok. Küldött nekem ezzel kapcsolatban két bejelentkezésünk van, méghozzá Kocsis Tomi csinált egy ilyen, tőlem nem kért, de mégis elvégzett kis interjút. Kocsis Tamás, megvan. 88-as, ezt a kis nyíkhajt. Meghallgatjuk? 2x3, 2x4 perc, valahogy így. Persze, simán. Akkor egy pillanat. Vagy mondasz, hogy csapassad, azt mondja, hogy jön. Szedd alá, Csárli. Fiatal gyerekeket, fogjátok be a fülüket, mert Andor is beszél, és mikor számon kértem rajta, azt mondta, hogy ebben semmi csúnya nem hangzott el, tehát ennek fényében hallgassuk akkor. Azt mondja, hogy hang 1. Sziasztok, Tamás vagyok, a Legion Run elcigis csapatával. Oda megyünk Andorhoz, megkérdezzük, hogy készült. Szia, Andor! Párásító podcastnek veszünk fel az anyagot. Jaj, de örülök. Ugye? Mit gondolsz erről az egész légióról? Hogy készültél? Mit vársz tőle? Irgalmatlan, keményen készültem. Szerintem kurva jó lesz. Nagyon jó a csapat. Már most látom, hogy nagyon ütős embereket sikerült összehozni. Mindenkit lezúzunk a geciben. És most ebből a kis gondolatodban mennyit hazudtál? Semennyit. Nem szoktam. Rendben, köszönjük szépen, Andor. Átmegyünk Szilágyi Andráshoz. Na, te mit gondolsz? Meghalás tekintetében jól vagyok. Felkészültem arra, hogy szívrohamot kapok az első 50 méteren. És készültél valamennyit a versenyre? Két héttel ezelőtt elmentem egyet futni a Balatonparton. Hát nem volt egyszerű. Mekkora volt a táv, amit lefutottál? Egy órát futottam azért. És az gyorsabb séta volt, vagy futás volt? Futás volt, 10 km körülbelül. Rendben, köszönjük szépen. Köszönöm.
menjünk tovább Balogh Csabához. Ja, hello, hello, mi van? A Párásító Podcastnek veszük föl. Mit gondolsz a versenyről, hogy készültél, mit vársz tőle? Hát én arra gondoltam, hogy meg kéne beszélnünk, hogy nem a futáson van a hangsúly, és hogy lassan indítunk, hogy legyen erőnk bemászni a célba. Tehát kb. Erre gondoltam. Igen, és hogy készültél magára a versenyre? Hát én is, mint az előttem szóló, egyszer elmentem futni, mert sajnos nagyon sok volt a dolgom, úgyhogy nem tudtam elmenni. De én nem futottam 10 kilométert, tehát én 4 kilométert tudtam lefutni. Mit vársz a versenytől magától, azon kívül, hogy túléljük? Hát ennyit, tehát semmi más. Poén, buli. Tehát megköszönjük szépen. Menjünk tovább Petykóhoz. Szia, Petykó. Hello. Hogy készültél a versenyre? Mit vársz tőle? Sehogy nem készültem, és a macskád miatt nem tudtam egy percet se aludni. Szerintem kurva jó lesz ez az egész, remélem nem fogom összetörni magamat. A káromkodástól elzárkózunk, de értjük a mondandódat. És jó lesz szerinted a verseny? Kibírjuk, megnyerjük, mi lesz? Azt mondtad, nem verseny, de igen, megnyerjük. Rendben, köszönjük szépen. Reméljük tudtunk segíteni egy kicsit nektek. További jó podcast hallgatást, sziasztok! Jó! De ez most bármilyen lesz a podcast, de vagy mi? De ez most benne lesz a podcastben, vagy mi? Hát ez csodálatos volt. És akkor van még egy a verseny végéről egy másodperc türelmet. Hang 3, megvan. Csak kapcsolt ki, hogy elhalkuljon, hogyha valamelyikünk beszélni kezd, mert óhatatlanul felrőgök néha, és akkor mindig elhalkul. Hello, párásítók! Újra itt vagyunk a Légion Run-on verseny után. Kifulladva, kitikkadva, de már megkaptuk az ajándék sörünket, aminek nagyon örülünk. Lejmol, ahol csak tudom minden. Na most oda megyünk Andorhoz, a csapatkapitányunkhoz, és megkérdezzük, hogy neki mi volt a benyomása az egész versenyről jutólag. Szia, Andor! Így a verseny után kérlek, mondjál valamit, hogy érezted, milyen volt, csapatszellem. Tudtam, hogy kurva jók leszünk, de hogy ennyire, azt nem. Ez nem volt kérdés. Hihetetlen volt a csapat már a kezdetektől egészen a végéig, összetartó, kemény, küzdős, kiváló. Esetleg lehet róla szó, hogy jövőre ugyanitt? Hát, ha itt rendezik, akkor ugyanitt, ha nem, akkor máshol, de jövőre ismét találkozunk a pályán. Nagyon reméljük, köszönjük szépen. Menjünk tovább Szilágyi Andráshoz, megkérdezzük, hogy ő hogy viselte. Szia, András! Szia, szia, szia! Na, milyen volt a verseny, hogy érezted magad? Nagyon jó volt, kimerültem a végére, de jönnék még egyszer, akár. Beszélhetünk arról, hogy jövőre ugyanígy, ugyanitt? Szerintem jövőre ugyanígy, ugyanitt. Kicsit jobban szervezzük meg, közös póló, egy közös edzés előtt a Margit-szigeten, vagy valahol Jánoshegyen egy futás, vagy valami ilyesmi. És csináljunk ilyet máskor is. Rendben, köszönjük szépen. Köszönjük. Na, megyünk tovább Petykóhoz, a legfiatalabb versenyzőnkhöz. Szia, Petykó! Na, hogy érzed így a verseny után? Milyen volt? Hogy érezted magad? Hát igazából nehezebbre számítottam. A jeges víz az elég para volt, de nagy nehezen meg tudtam oldani. Melyik volt a legnehezebb akadály számodra? Amire azt mondod, a legnehezebb, és persze melyik volt a legkönnyebb akadály? A legkönnyebben kezdem. A legkönnyebb az szerintem a gyaloglás volt. Az volt a legkönnyebb. Akarod mondani a futás, mert irdalmatlan tempóba futottunk tovább. Ja igen, a futás az nagyon kimerítő volt. Jó, hogy tudtunk vizet inni. A legnehezebb pedig szerintem melyik is. Hát abban nem tudom eldönteni, melyik volt a legnehezebb. Igazából az összes egy szinten volt így nehézségileg. De talán a kötél volt a legnehezebb, mert csuram víz volt, meg csuram sár, de nagy nehezen azt is meg tudtuk oldani. Összedolgoztunk, hál' Istennek, úgyhogy megvártuk egymást. Arról szerinted lehet szó, hogy jövőre ugyanígy, ugyanilyen csapatfelállásba, csak jobban edzettem? Persze, persze, lehetnénk egy kicsit többen. Volt, aki sajnos nem jött el, nem is reagált semmire. Ezt ő tudja, hogy kiről beszélek. Jó lett volna, ha legalább eljött volna, vagy írt volna. De remélem, minél többen leszünk a legközelebb, és sok vaperrel bővül itt a kis csapat. Rendben, köszönjük szépen, szia, Petykó! Már újra nőtt az agyam. Balogh Csabához.
csapatunk Illovasához. Szervusz Csaba, így a verseny után te mit gondolsz, milyen volt, hogy érezted magad? Szia, te mit gondolsz, milyen volt? Köszönöm szépen, szerintem marha jó volt, de most téged kérdezlek. Én vagyok, a sereghajtó voltam, tök jó volt sereghajtónak lenni. Ennyi, most nem nagyon tudok beszélni, mert betoltam egy sört egy gyomorra, mert... Az mindig jól esik egy gyomorra. Szerinted lehet arról szó, hogy jövőre ugyanígy, ugyanebben a csapatfelállásban, csak edzettebben? Hát ugyanígy nem, edzettebben, igen, mert most szeretném, ha te lennél a sereghajtó jövőre. Na ezt majd lejátszunk privátban, jó? Köszönjük szépen! Na akkor ennyit a Legion Run-ról, mindenkinek további szép napot, sziasztok! Na ennyi lett volna, de akkor aki elsiklott fölötte esetleg, még egyszer hiába kértük Andort, tehát akkor podcastbe való hanganyag gyerekeknek. Mit vársz tőle? Irgalmatlan keményen készültem, szerintem kurva jó lesz, nagyon jó a csapat, már most látom, hogy nagyon ütős embereket sikerült összehozni, mindenkit lezúzunk a geciben. Köszönjük szépen, Andor! Itt egy ováció, vagy egy taps effekt azért befélne. Hát óriási köszönet a felvételére, ez nagyon aranyos volt. Mindenkit lezúzunk a kecibe. Idióták, de hát ez nagyon nagy volt. Biztos nagy feeling volt. Hát Krisztián, te lettél csak lehúzva a köszönöm listáról. Ezt tedd el magadnak, légy szíves. Én jó? Ezért megdolgoztam keményen, úgyhogy vállalom. Szerintem a következőre Andor el kéne Krisztiánt vinned, mint versenyző kacsint. Figyelj, mióta ennyire tudok úszni. Igen, ez kell a bozódban, igen, úszni. Nagyon kinyílt a csipám. Jaj, menjünk rá az olvasói kérdésekre akkor, ha már csipa. Olvasói kérdések, és jó, kezdjük Kocsis Tomi kérdésével, ha már itt volt az előbb az adásban. Az lenne a kérdése, hogy a különböző vatták és üvegszálak égési határát honnan lehet kideríteni, mert ugye a TC-s készülékeknek azt a max hőfokot szabad beállítani. Köszöntöm. Volt erről nemrég egy videó, ahol a Smoke-nak az új, ez a Bluetooth-os anyám kínját mutogatta meg a gyerek, és ott dicsekedett vele, hogy már pedig itt már milyen faszán működik a temp control, és egy nagyon egyszerű módszerrel nézte meg, hol van ez az égés határ. Fogott egy hosszú, nem is kell, hogy hát mondjuk itt vattak el, hogyha valakinek van olyan hosszúságú cellukotton például, akkor szépen egy ugyanolyan vastag csíkot lehúz, és belefűzi, és elkezdi szépen alulról. Azt mondja, hogy 160 volt, 160 fok, semmi. Arrébb húzza, 170, semmi. Arrébb húzza, 180. Ott már egy picit sárgul. Megint húzza, 190, jobban sárgul. És így szépen 1-2-5 fokonként halad fölfele, és a legutolsó lépésnél mondjuk meg is égeti akár. És akkor utána szépen kijön, mint egy spektrum, skála, kijön, hogy nagyon meg van égve, kicsit van megégve, barnul, sárgul, semmi nem látszik. És ezt kell kitapasztalni ott valahol a sárgulós, barnulós, enyhén barnulós határán, hogy hol van ez. És akkor itt a hőfokkal akkor nem nagyon kell játszani. De hogyha valaki tudja, és ez egy nagyon jó ötlet volt Borisztól, ha valaki tudja, hogy a vattának mi az égésfoka, és mondjuk az 215 fok, és mégis azt tapasztalja, hogy a készüléke már pedig szerinte jobban égeti a kelleténél, akkor más se csináljon, csak vizezzen be vattát, és fűzze be, és annak 100 foknál kell megállni a vizes vattanál, mert hát a víz az ott fog el kezdeni kipárologni belőle, és akkor lesz száraz a vatta. Ha mondjuk azt mutatja neki, hogy 80 foknál, akkor 20 fokot csal maga az elektronika, tehát akkor annyival lejjebb kell menni a 215 foktól, tehát akkor nem 215, hanem 205, 195. 195 fokra állítja mondjuk, tehát így lehet jól kitapasztalni az égéspontot, és így lehet megtudni, hogy mennyit csal a készülék, de aztán javítsatok ki nyugodtan, hogyha van jobb ötletetek.
Nem, ez így korrekt. Az üvegszálak égési határát is említette a Tomi, az 1300 Celsius. Na most arra nem sok esélyed van, hogy ezt elért, főleg, hogyha nedves a cucc. Igen. Az üvegszál nem ég. Maradjunk ennyiben. Jó. Akkor ez kipipálva, ha csak nem akartok még ráfűzni. Nem. Oké. Okay. Elekes Zsolt kérdezett, akinek válaszoltál is, Fifika, de hát ha mást is érdekel, 2 hét múlva tölti jól megérdemelt pihenését feleségével Székelyföld szívében a Madarasi Hargitán. Gyönyörű hely, zárójelben zárva. Ez egy kellemes, közel 3 hetes kiruccanásnak ígérkezik, igyekezett jól felkészülni, hogy vépelés szempontjából semmiben ne szenvedjen hiányt, de a biztonság kedvéért jól lenne tudni, hogy a környéken vannak-e megbízható boltok, ahol likvid, vatta, üvegszál, húzal és egyéb párásításhoz szükséges dolog beszerezhető. Székelyudvarhely, Csíkszereda, esetleg Marosvásárhely városaiban tudunk-e ilyen boltokat? Más is küzd ilyen problémával, ha úgy gondolja, az esetleges választ erőre is megköszöni. Hát én Csíkszeredán jártam, én nem nagyon láttam egy cigaretta üzletet, medvével hamarabb fog találkozni, mint üvegszállal, ebbe biztos lehet. Vatt a bundájából egy kis pabacsot kiveszünk, megtekerjük a 8-szor. Teljesen komolyan mondom, tehát tényleg medvével hamarabb lehet találkozni, mint üvegszállal, vagy cellukottonnal. Annyit meg tudok ígérni, hogy az ottani ismerősöket fölizgatom ez ügybe, hogy tudnak-e a környéken e-cigis üzletet, de hogy szaküzlet nincs, az teljesen biztos. Tehát maximum egóig tud, vagy valamilyen likvid be tud bele pancsolni. Úgyhogy üvegszálú cellukottomból, de szerintem likvidből is készüljön föl. 3 hét az gyerekek, hát Charlie, te tudod a legjobban. Simán. Simán ki lehet húzni. Így van. Legrosszabb esetben az RBA helyett visz magával a kolléga egy olyan tankot, amiben csak a fejet kell cserélgetni, visz magával egy 5-ös pak fejet, kalap, kabát, esetleg egy pótüveget. Ha nagyon nagy gáz van, én tudok neki küldeni Erdélybe csomagot, durván 2 nap alatt ér oda, de ilyen 4000 forint csak a posta. Fifika saját kezüle kézbesíti repülővel, csak néha eltéve. A Google térkép segítségével. Hú, ezt hallgattad, Blacky? Szájcsikkal. Ja, akkor ezek szerint hallgattad. Hogyne. Ez nagyon durva volt. Jó, menjünk akkor tovább, mert nagyon pörög az adásidő, és most egy olvasói levél van, és majd utána megmondjátok, hogy mondjak-e nevet a feladót még először. Annyit mondanék, hogy M. Zoltán. Nem akartam publikusba kiírni ezt Facebookon, inkább ideírom neked, mert elég érzékeny téma. Egyre inkább zavaró jelenségre kérdeznék rá jó magam, és ezt politikailag korrekt módon nem lehet körbeírni. Jelenleg még nem okoz nagy problémát, de az elektromos cigaretta terjedésével egyre nagyobb gond lesz a különböző Facebook csoportokban az e-cigaretta boltosok korlátozatlan megjelenése. Ha valaki egy problémával fordul valamelyik csoporthoz, feltesz egy kérdést, szinte biztos lehet benne az ember, hogy pár percen belül valamelyik bolti alkalmazott ott lesz, hogy megírja a tökéletes megoldást. Hozd be hozzánk, majd jól segítünk. Nálunk lehet ilyet kapni. Nálunk már ezt is megveheted, lásd például az iStick 40 wattos, vagy a Kengertek Subbox megjelenése. Amíg csak a segítségről szólna a dolog, nem lenne ezzel semmi probléma. De tudjuk mindannyian, hogy ez nem erről szól, hanem ez is az ügyfélszerzés, ingyen reklám egyik módja. És ez egy idő után már nem egészséges, mert szét tud verni komplett csoportokat is, feszültség alakul ki a különböző boltosok között, illetve az azokat pártolók között. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egyik vagy másik frissen induló boltnak ne adjuk meg az esélyt, hogy terjeszkedhessen, reklámozza magát, de valahol korlátozni kellene a heti, havi, ilyen jellegű hozzászólásokat ezekben a csoportokban is, mert egy idő után már tényleg csak a kéretlen reklámot lehet olvasni, majd értelmes válaszok helyett. Nem tudom, hogy ez egy olyan téma, amit felszeretnétek dolgozni a podcastban, mert tényleg sértődések lehetnek belőle. Az ügyben van némi tapasztalatom is, mert picit nagyobb csoportoknál moderálok, nem Facebook és nem
rohardver, és napi szinten szívunk a bújtatott reklámmal, van is belőle probléma, etc. etc. Maradok tisztelettel, aki voltam, név és cím a szerkesztőségben. Hát ugye a probléma kettős. Egyrészt a hogy mondják ezt szépen, Charlie? Social media? Igen. Már nem tudom, mire gondolsz, de igen. Hát a közösségi médiát így akarják meglovagolni. Hát ezt social marketingnek hívnám inkább. Az social marketing. Igen, csak a marketing azért nem jó kifejezés erre, mert ezt szerintem sehol nem tanítják, hogy Facebook csoportokban trollkodj éjjel-nappal, és akkor már jó el fogsz adni mindent. Másként kell ezt marketing célokra felhasználni nyilván. De valóban egyébként számomra is néha bosszantó, amikor egy-egy Facebook csoport minden második bejegyzése tudva levőleg valamelyik boltos, vagy annak az alkalmazottja, és én értem, hogy egész nap ott ül a gép előtt, és nincsen jobb dolga, és egyébként is nézegeti a Facebookot, csak valóban ennek van egy ilyen másodlagos hatása, hogy el tud, tehát a csoport valódi céljától el tudja téríteni az egész gyülekezetet, de szerintem Blackinek is hasonló lesz a vélemény. Nekem nem. Mondja, Krisztián. Akkor mondom a másik felét, hogy az van ezzel, hogyha az adott csoport szabályzata ezt egyértelműen nem tiltja, akkor igazándiból ez az olvasót zavarhatja. És ha ez zavar téged, akkor nagyon sok lehetőséged van arra, hogy ezt megold. Hát a legagresszívebb verzió, hogy kiszállsz a csoportból, mert nem vagy erre kíváncsi, ha ez megy non-stop, és az adminokat ez nem zavarja, és engedik. Ott a másik, hogy ez szépen jelentheted spamnek magát a posztot, és egy idő után azért csak föl fog tűnni, és leesik a két fillér az illetékeseknek. A harmadik meg az, hogy fogod, és az emberkét letiltott, hogy köszönöd, de nem akarod látni az írásait, hogyha folyton ezeket csinálja. Tehát ez az inger küszöb mindig másnál van. Nagyon sok ilyennel találkozom én is, és nagyon sok bugyuta ilyen boltos szánypróbálgatással is találkozni, és igen, ezeket kiszűrheted saját magadnak. Akit meg nem zavar, az meg olvassa, és hogyha tényleg a csoport engedi, akkor lehet, hogy nem a jó csoportban vagy, vagy nem a jó admin vezeti a csoportot. Szóval azért itt vannak ezek az lehetőségek, hogy kontrollált, hogy mit látsz, mit nem látsz. Mondjad, Blacky. Jó, én szóval abból a szemszögből, hogy valaki, aki egy ilyen cégnek dolgozik, és tanácsot ad, és ebben reklámot bújtat, ezt én sem találom etikusnak. De igaza van Krisztiának abban, hogy amennyiben a csoport szabályzata ezt lehetővé teszi, úgy ez mehet. Igazság szerint. Akárhányszor próbálok tanácsot adni, soha nem úgy adom, hogy gyere be hozzánk, mert az elég vicces lenne eleve. De olyat sem mondtam soha. Vissza lehet nyugodtan nézni, hogy menj be bármelyik Evapor szakközletben, mert majd ott megoldják a problémádat. De most itt a podcast több ezres hallgatójánál ezt megoldottad így finoman. Figyelj, a podcast több ezres hallgatósága ismer, és tudják, hogy hol dolgozom, melyik cégnek. Úgyhogy Lekinek ebben abszolút igaza van, akárhány hozzászólását olvastam még eddig, már pedig szoktam olvasni, meg figyelemmel kísérem a tevékenységét minden szempontból. Soha, de soha nem volt másodlagos, harmadlagos utalás arra, hogy te ide menj, vagy oda menj. Vagy meg tudtam mondani a tutit, vagy nem. De nem küldözgetett embereket sehova, meg nem irányított semmilyen. Olyan már volt, hogy mit tudom én, Tatár Tomihoz, vagy az LCG Service-hez küldtem valakit, akinek leégett a vamója, de könyörgöm, rajtuk kívül más nem nagyon végez ilyen jellegű műtétet tudtommal, szóval ez megint más. Vagy hozzám küldtél valakit elektronikáért. Igen, például. De és akkor itt jegyezzük meg ilyen... 11-kor hozzád küldött kolléga, az nem én voltam. Ne idegelj, letiltottam. Az ügyeletes. Az ECG ügyeletes. De akkor itt egy finom marketing reklámot bújtassunk el. liquidgarden.eu, ecigitesztek.hu, ecigi.info, ogmods.hu. Szerintem ez ilyen tök szolid volt.
Ez itt a reklám helye. Ez itt a reklám. Hát már, hogyha Krisztián sosem mondja be mindenféle rádióadásokban, akkor itt mi megtesszük. Arra még hagyj világítsak már rá, hogy ma Magyarországon nagyon sokan azt gondolják, hogy az e-cigaretta árusítás, vagy az e-cigaretta árusító, vagy az üzletlánc tulajdonosok, azok nem is tudom, tehát ilyen szentek és imádnivalók. Hát semmi különös nincs bennük, ők valamit árulnak, te meg vagy megveszed, vagy nem. Ezekben a csoportokban a legnagyobb probléma az egyik szent imádói, a másik szent imádóival akadnak össze. Tehát még az is lehet, hogy nem is az adott üzlet, vagy az adott boltulajdonos ír be, vagy gerjeszti ezt a vitát, hanem ezek a szent imádók, érted, összevesznek, hogy de a izőbe sokkal jobb. Nem, én ott voltam a szarlám, ez sokkal, és kész, tehát. Ettől nekem. Linux, Windows, evangelizáció. És akkor mi lesz a vége ennek, Krisztián? Macintosh. Hát Macintosh. Nem. Kis BSD Unix-oddal. Úristen, gyerekek, ha röhögni akartok, és szopatni magatokat 1-24 órába, BSD Linux-ot ajánlom telepíteni CD-ről. Buta vagy. Mert abból sokféle van. Na de mindegy. Nekem még egy okos dolog eszembe jutott, vagy legalábbis annak gondolom ez ügyben, hogyha olyan a csoport, hogy nem szeretnéd a csoportot ezek miatt elhagyni, és téged ez zavar, akkor írj egy posztot, amiben ilyen kis szavazásra bocsátod, hogy másokat is zavar-e ez, szeretnéd-e megkérni az adminokat, hogy jobban figyeljenek ide. És hogyha ezt sokan fogják lájkolni, és nagy visszajelzést kap ezáltal az admin, hogy igen, ez egy központi probléma, és többeket zavar, akkor lehet, hogy jobban odafigyelnek erre. Igen. Nekem mindig a Brian élete jutott az eszembe túl, amikor ketté váltak. Az egyik a papucsot követte, a másik meg a tököt. Na, lépjünk tovább. Jó, az utolsó kérdés, az nem is kérdés volt, csak valakinek megtetszett a Liquid sorozat, amit most indítottunk, és megkérdezte, hogy valaki próbálta-e már a Vampire Vape-nek a pink mennyét, és erre jelentkezett Blacky, hogy majd ő tud mesélni róla. Én csak annyit mondtam, hogy ez nem túl minőségi az outfitje, de ettől függetlenül hallgatjuk a véleményed róla. Ez a Vampire Vape, ez egy viszonylag új cég, ezek a srácok tavaly kezdtek el működni, ez egy manchesteri cég, és egy ilyen kínai árképzésű kaliberű likvidet kell elképzelni. Itt a legtöbb kínai likvid egyébként úgy megy, hogy 4 font egy 10 millis üveg, illetve 3 üveget kapsz 10 fontért mondjuk, tehát vannak ilyen multi akciók, hogyha többet veszel, akkor kapsz egy kis kedvezményt. Ez a liquid ugyanilyen kategóriás, ugyanis az ízesítő anyaguk Kínából származik, mert azt mondták a srácok, hogy hát ott aztán minden íz van, és ahogy tudjuk, azért Fifika ebben meg tudsz erősíteni, gondolom, hogy a kínai liquideknek a pedigréje rendben van. Igen. Tehát igen. Akármennyire megy ez a diacetil, meg fagyálló, meg hülyeség történet. Történet. Igen. Szóval az ő összetételük rendben van. Lehet, hogy az ízük nem 100,000%-osan olyan, mint amilyen ugye egy gurman likvid, de ettől függetlenül a kémiai összetételük egészségügyi szempontból kóser. Ez az egyik ok, a másik meg az, hogy nyilván olcsón meg tudják szerezni, és olcsón, alacsonyan tudják tartani az áraikat, ehhez hozzájön az, hogy nem túl minőségi az outfit, ahogy ezt a Charlie nagyon szépen kifejtette. Igen, szóval ez egy ilyen kínai aromákból összeállított cucc. Van nekik Heisenberg nevű likvidjük is, nem csak Pinkman. Akkor ez azért Pinkman? Igen. Hát ez nagyon zsír, akkor akármilyen szar küldjél, léci belőle egy rendben, pink... küldök egy Pinkment, meg küldök neked egy Heisenberget, aki hogy kipróbáld. Aki nem tudná, Breaking Bad-et kell nézni. Igen.
A többit azt majd adás után megbeszéljük. A Pinkman az egy itteni üdítőitalnak az elékült verziója. Van itt egy úgynevezett Pink Lemonade, azaz egy Pink Limonádé, ami attól különleges, hogy tartalmaz egy kis grapefruitot, hogy fanyarabb legyen, és egy kis mána szörpöt, hogy ne legyen olyan fanyar. Hogy konkrétan pink legyen. Igen, egyébként nem, borzasztó íze van, próbáltam. De ezek az angolok ilyenek, roppant furcsa ízléssel vannak ellátva, mindent nagyon csapnak ánizzsal, meg van ez a másik fűszer, ami nagyon hasonló az ánishoz, itt likorisnek hívják, nem tudom, hogy mi a magyar megfelelője. Ilyen bocskorszí kaliberű történet. És példa Heisenbergben az van. Blueberry, tehát kékáfonya, ánis és mentol. Bocsássatok meg, ezt be kell. Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. What? I don't have a damn clue who the hell you are. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring. Bullshit. Cartel got Fring. You sure? Heisenberg. That's right. Now, say my name. Heisenberg. Ennyi. Köszönöm szépen. Adóznom kellett ennek a sztorinak. Say my name. Az örök Heisenberg. Igen. Az én azt mondanám egyébként, bocsánat, még így azt mondjuk, mert mondtad, hogy nem tudod, hogy mondja le, hogy ki írta, ki nem írta, hogy igazából nem hangzott el semmi olyan, egy létező problémára való észszerű felvetés volt. Úgyhogy szerintem tök nyugodtan elmondhatod, hogy ki írta. Én meg utána azon gondolkoztam, hogy azért nem kéne elmondani, mert nem akarnám, hogy gondja legyen ebből később. De mi, jó, teljesen te dolgod, meg minden, csak én nem éreztem egy olyan extrém szélsőséges kérdésnek ezt, amiből bármi problémája származhatna bárkinek, de te dolgod. Részt vesz a tanúvédelmi programunkban. All right. Fiúk, 1 óra 56 perc, szúrjunk ki a Lackó Attilával, hogy nem lesz 2 órás az adás. Oké. De várjál, mert nekem még van egy 3 perces kultúrám. Akkor gyorsan. Hadarva, mint a kezelő orvosát és gyógyszerésze véleményét. Mondok egy esti mesét. Hátra tőlök. Felhő már fekszik. Ezt figyelitek, hogy Fifikánál rákezdtek a kabócák? Igen, azt hallottam, zsír. A hangya eldobhatós szívott. Tudjátok, azt a vatta cukrosat. Egész nap dolgozott, néha gőzölgetett, havonta megrendelte az adagját, kifizette és boldog volt. A tücsök mindenkitől kunyerált, egyre nagyobb modokkal mászkált, egyre nagyobb gőzöket eregetett, és csak röhögött a hangyán. A hangya csak csóválta a fejét, próbált némi magyarázatot adni a tücsöknek, de az arcába fújta az irdatlan gőzt, és evőpálcikának nevezte a hangya kicsiny készülékét. Aztán egy reggel a tücsök holtan feküdt az útszélén, egy bazinagy dripper hevert mellett, egy 200 wattos modra tekerve. A hangya megállt, levette a sapkáját, és csak halkan, hogy senki ne hallja, motyogta maga elé. Én mondtam, de nem hallgattál meg. Ez rovarölő, bazd meg, rovarölő. What? Hát a nikotin. Így van. Jó, Istenem. Say my name. Jó éjszakát, gyerekek. Hát ez nagyon jó. Jaj, adás egy darabig azt hittem, hogy ez egy ilyen, hogy hívják, keszthelyi mese lesz. Én is. Egyre nagyobb modokkal tarhát. Egyébként csak nem akartam kimondani a nevét. KMG. Igen. Elbizonytalanodtam, fiúk, mert ott van az a cím, amit megszültünk, de most annyira a nyelvemen van, hogy say my name. De maradjunk. Egyen az, hát sose beszéljük meg előre, Csáli. Igen, sose. Ott van adást.
Figyelj, ha az újat nem mondjuk ki, akkor eltehetjük jövő hétre spontán. Az bármikor. Hát ez egy olyan, hogy ez akármikor föl tudjuk húzni. Jó, akkor ez legyen a cím, hogy Say My Name. És köszönjük a beugrós Blackinek, bár tudjuk, hogy csütörtökön mindig csak azért van Szabén, hogy velünk lehessen. És mindenkinek, aki meghallgatott, Felhő, köszi, hogy nem aludtál el, és fújtad rám a málnát, mikor én nem tudtam gőzölni. Szíri! De frankó, mint egy... Hát nem mondom. Az előbb már úgy feküdt itt, mint a Ted Bundy a kanapén, hogy itt benne volt a gatyája. Hát mondom, ott álljunk meg, fiúk, ott álljunk meg. Ted Bundy az egy sorozatgyilkos az, volt. Más... Bocsánat, El Bundy. Ne szorítsd a nyakam, tudod, hogy föláll tőle. Na. De ez a durva, már ennyire durva podcast sztár vagy, Charlie, hogy már saját ródid van. Please restate a single question. Hát ez... De remélem, hogy nem jössz utána be az öltözőbe majd. Hát ez olyan volt, mint a varázsgomba. Hát ez a teleport hangja volt, ez tudatlan. Aj, én kérek elnézést. Fiúk, tegyük le. Így van. És akkor say my name. Köszönjük. Kérem, kapcsolja ki. Örülök, hogy itt voltatok velük, meg ti is hallgatók. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok, köszi. Sziasztok.